Jó estét, szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit Szabadkán, nagyszerű újra veletek lenni. És közkívánatra az önök kérték délutáni műsorában ma a gyermekek neveléséről lesz szó. És az első kimondatlan kérdés az lett, hogy most ugyan már mit tudok én a gyermekek neveléséről, mikor úgy közvetlen tapasztalatom nincs az ügyben. Hát, mint vélszerinti gyermek nevelése olyan nincs. De mint szerzetes, aki tanít, és egy csomó gyerekkel kapcsolatos kérdést kap, illetve lát gyermekes családokat, nem is egyet, nem is egy kultúrában, nem is egy kontinensen, úgy van. És talán innen lesz hasznos, ebből a nézőpontból lesz hasznos a mai bevezető, és a kérdéseitek nyomán remélem, hogy még hasznosabb lesz az előadás második fele. A gyermek születését gyermek áldásnak mondjuk. És van más szó is arra, amikor a fiatal anyuka gyermeket vár, de talán a legrosszabb az, hogy terhes. Az állapotos az úgy leírja, de az, hogy áldott állapotban van, ahhoz nem kell vallásosnak lenni, hogy azt érzékeld. Mi történik akkor, amikor a magzat lelke belép az anyamébe? Ezt tiszta tudatú anyukák nagyon jól érzik. És fantasztikus tudati szimbiózis alakul ki az értelem, az érzelem, az álmok a nappali lét szintjén a gyermek és az anya között. És a férfiaknak, mint apukák, nagyon sok szabadságuk van egész odáig. Utána úgy szépen kigyullad, hogy pontosan mi történik. De ezt apukák általában a gyermek születésekor, amikor elvágták a köldökzsinót, és felsír a baba, és végérvényesen megváltozik az életük, csak akkor fogják fel, hogy valójában mi történt. Anyukák ezt már jóval előtte. És a lélek, amikor belép abba a kicsike kis térbe, amit ott a szaporodó sejtenyészet kínál, akkor helyet foglal. És ahogy a magzat fejlődik, és a Müller-Heckel-féle biogenetikai alaptörvény szerint végigmegy a törzsfejlődés különböző fázisain, uramatyám, az első trimeszternek a végén úgy megkezd alakulni valami. Na most boldogult apám jó voltából, aki kardiopatológus volt, és a születés előtti szívfejlődést vizsgálta, elmondok egy pár dolgot, amit nem mindenki tudhat. Amikor a megtermékenyített petesejt elkezd szaporodni szépen, az olyan lesz, mint egy ilyen kis pénzérme, mint egy tálca. És szépen az szaporodik, szaporodik, szaporodik. És ez egyszer csak így behajlik. És a két széle találkozik, és lesz belőle egy cső. És ez a cső elkezd lüktetni. Ezen a csövön egyszer csak lesz egy ilyen kis hajlat, egy ilyen dudor, és a lüktetést átveszi a dudor, mint vezérlő szerv, de úgy, hogy még a sejtek nem differenciálódtak sehova. Még mindig őssejt állapot van. És ez a dudor, ez egyre nagyobb lesz, mert csak annyi, hogy egy ilyen kis vége van, fölül picit kisebb, alul picit nagyobb, és ebből a dudorból lesz a szív. A szív fejlődik ki legelőször. És még nem lehet mondani, hogy ember szív, hiszen végigmész a különböző fejlődési fázisokon, egy kis gyíkfarok, egy kis ebihal, egy kis hüllőcske, egy kis protó, egy kis emlős, egy kis előgerinc, tehát minden úgy adódik, de ez a lüktetés, amikor az első két hétben kialakul, az nem szűnik meg a halálunkig. Ez a mi szívdobbanásunk. És ezt a szívdobbanást érzi az anya már sokkal korábban, mint a gyermeknek tényleg a magzat állapotban való látható, ultrahangon és röntgenen látható kifejlődése. Együtt dobban a szívük teljesen. És ez a lüktetés, ami ebben a szívben van, ebben a beköltöző tudat első üzenetei vannak, mint az első morze jel. Itt vagyok. Itt vagyok. Itt vagyok. Aztán nem csak ez a morze jel jön, rúg akkor át a harmadik trimeszterben, és szegény anyuk, most mi volt, nem kaptál elegetni. Szóval
De ami a legérdekesebb, az nem a test, bár mégis azzal kezdünk. A testtel kezdünk, mert ugye az a látható, és amikor meditációt tanítunk, akkor is ugye a fizikai résszel kezdünk, hogy hogy ülsz, aztán, hogy hogy lélegzel. És a magzat, amikor lélegzik, ugye mit lélegez? Hát eleinte nem a tüdejével lélegzik, mert ott van az anyamében, hanem az édesanyja véréből lélegzik. Tehát onnan sajátítja el az oxigént, és közös a vérkör, még akkor is, hogyha eltérő a vércsoportjuk. Aztán születés után szegénykék besárgulnak, de hát megfelelő injekciók is, akkor rendben van. Miért lehet különböző a vér? Miért lehet különböző még a rhesus faktor is, hogy RH pozitív vagy RH negatív? Az a legveszélyesebb, amikor az RH faktor ugye különböző. Ha AB, illetve AB és nulla közötti különbség, de a rhesus faktor ugyanaz, az gubanc, de nem akkora. Ugyanis más karma születik, mint amit te vársz, vagy gondolsz, vagy egyáltalán kompatibilis veled. Az első ellentét már az anyamében megmutatkozik. És mint tudjuk, az ellentétek vonzák egymást. Pusztán harmonikus, megfelelő, jó kis fiú, jó kis lány, az nem születik hozzá, menj is dolgod vele. Akivel 100%-osan jó már a viszonyod, az elköszönt, mert nincs vele dolgod. Akivel még egy picit is gubanc van, az bizony születik hozzá kőkeményen. Mikor? Tehát ki az, aki hozzád születik? Akár mint anyuka, akár mint apuka. Úgy tűnik, hogy az apukának csak egy ilyen kis cseppnyi dolga volt vele, egy ilyen cseppnyi dolga volt, és az is nagyon bőkezően. Egy férfinek a két heti termése az egész bolygónk női lakosságát elláthatná utódokkal, hogyha minden sejt célba találna. De nem talál célba, csak a leggyorsabb. A legkeményebb, a leggyorsabb, a verseny az a születés előtt kezdődik. Úgyhogy ki születik hozzád? Kinek van dolga veled? Ki az, akivel vonzó és taszító karma egyszerre fönnáll? Ez az a nagy rejtély, amit előre senki sem tud. Annyira sok oldalú személyiségek vagyunk, annyira sokféle a karmánk, hogy ezt előre senki sem láthatja be, hogy pontosan ki születik hozzá. Az anyukák, főleg a nagyon intuitív, tiszta, tudatú anyukák ezt érzik. És készülnek a gyermek fizikai születésére. És az igazi nevelés az már az anyamében elkezdődik, mivel azzal, amit az anyuka lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondol, érez, mond, cselekszik, ez már neveli a gyereket. Hogyha nagyon extrém módon szemléljük ezt, akkor ez a nevelés már akkor elkezdődött, amikor a gyerek még meg se fogant, mert a te tudatod kondicionáltságához képest kapsz egy utódot, kapsz egy gyermeket. Tehát, hogyha nagyon-nagyon jó gyermeket szeretnél, akkor dolgozz magadon, hogy te magadból vedd ki azokat a karmákat, amiket megláttál, és nem szeretnél velük együtt élni, mert ezek a karmák számodra terhet jelentenek. Ha ezt nem teszed meg, akkor a gyereket fogja kiverni belőled. És a gyereknek van egy különleges képessége, hogy teljesen ártatlanul, intuitíve, általában az életének az első 7 évében olyan ütéseket ad érzelmileg és később gondolatilag a szülőknek, hogy nem tudod, hogy miért csinálja ezt, és hogyha nem szeretnéd annyira, amennyire szereted, nem viselnéd el. Tehát ez a közös karma összehúzása, és hogyha belül nem tisztulsz le, akkor a gyerek fog emlékeztetni arra, hogy mi a házi feladatod, és nagyon-nagyon keményen úgy, hogy ő téged nem akar bántani, de mégis a legérzékenyebb pontodon talál el. Apukáknál mindig azt látja, hogy miért kérdezel ilyeneket? Hát nem foglalkozom én ezzel. Na azért kérdezek ilyeneket, mert nem foglalkoztál vele. Csak hogy ezt ők még nem tudják. Úgyhogy amikor a gyermek megszületik, akkor az anya minden energiáját beleteszi. Akár fájdalmas, akár fájdalommentes, szárazföldi, vízi, bármiféle szülésről van szó, akkora energia belemegy, hogy amennyi szeretetben kapott éjjel és nappal addig az anyuka, a férfitól, a családjától, stb., az mind a gyerekbe így bele. És ezért lehet egy tisztulási élmény. Ezért lehet egy olyan élmény, hogy
a legnagyobb dolgot az életemben, hogy anya lettem, megtettem. Ezek az érzések eltölthetik a fiatal anyát, hogyha kellőképp tudatos, és végigéli magában a szülésnek a fázisait, már jóval korábbtól, ugye, mint a fogantatás. Ez nem a képzelődésen, jaj, milyen lesz, amikor nekem gyerekem lesz. Nem ez a képzelődés, hanem az, hogy tudja, hogy már feleség, tudja, hogy anya lesz, és azt is érzi, hogy az a gyermek, aki megszületik, az kicsoda. Ezek zsigeri érzések, és nagyon pillanatnyak, de a fogantatás pillanatában nem kell lakmuszpapír, meg terhességteszt, meg minden, anyuka tudja, most jött. Most jött, most megjött a gyermek, és most már csak szépen fejlődnie kell. Amilyen karmád van, ahhoz képest jön az utód. Ahhoz képest kapod a próbatételeket. És maradjunk egy picit a szülés és születés aktusánál. Miért történik annyi tragédia szüléskor és születéskor? Mert iszonyú nehéz egy emberi testbe belépni. És a korábbi életek karmáit néha már szüléskor ledolgozza az ember, amikor a szülés nagyon rendkívüli, vagy sajnos nem sikerül, vagy azonnyomban elveszti a testét szülés közben, akár anya, akár gyerek, akár mindkettő. Ezek tragikus és borzasztó események, de mindegyiknek megvan az ok és okozati kapcsolata. És a legnehezebb az ilyesféle vesztességet elfogadni, mert a lelkemből lett lélek, az nem biztos, hogy igaz, de a testemből lett test, a magzat, az igaz. Azt az anya kihordta. És úgy érzi, hogy teljes joga van megszülni, hogy legyen egy utód ennyi erőfeszítés és ennyi oltalom, óvás után, és néha csak egy másodpercig él, vagy egy hétig, vagy korábban jön, vagy halva születik. És ezek a tragédiák sajnos pontosan ugyanolyan karmák, mint később egy baleset, vagy egy nagyon gyors lefolyású gyógyíthatatlan betegség, vagy egy kóma, vagy bármi, amit nem tudsz hétköznapi tudattal megmagyarázni. De ezek a dolgok a születés köré összpontosulnak. Ezért Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, ő fantasztikusat tett, hogy a gyermekágyi láz az lehetőleg minél kevesebb anyát vigyen el, és most már nem is szokott elvinni, ott, ahol az oltás vagy az intézkedések megtörténtek. Ahogy a gyermek cseperedik, egyre önállóbb a tudata. És az első 3 évben már a személyiségnek a tartós jegyei kezdenek megmutatkozni, és a születésnek a radikális, masszív voltát mutatja, hogy szinte egyikünk sem emlékezik arra, hogy ez hogy történt. Anyukák emlékeznek, gyermekek nem. Tehát még a legtudatosabb gyermekek esetében is másfél éves kor előtt, másfél-két éves felett nem nagyon van tudatos emlék, nem tudod a leásni. A tudatalomban ott van, talán pont azért van ott lent, mert annyira traumatikus volt. Tehát könnyű szülés még akkor sincs, hogyha komplikációmentes az egész. És az első 3 év az a legfontosabb. Tehát akkor, amilyen kondicionálás nevelést kap a kisded, az nagyon-nagyon mélységes nyomot hagy. Még akkor is, hogyha ez tényleg nem csak az anyától, hanem az apától is függ. A mind a két szülő jelenléte, tudatállapota, érzelmi állapota rengeteget számít abban, hogy milyen felnőtt lesz belőle. És itt lehet nagyon-nagyon elszúrni, amikor azt, úgy se érti. Nem. Érteni nem tudja úgy, ahogy azt te gondolod, mert nincs annyira kifejlett intellektus, a nyelvtudás és a többi, de mindent érez, mert a tudati szimbiózis az nem szűnt meg. Tehát a testi szimbiózis a köldökzsinór elvágásával megszűnik, de a tudati szimbiózis nem, és főleg az anyától nem csak az első 3 évben, hanem az első 7 évben a lehető legszorosabb függés áll fönn. Anyukák, tessék nagyon vigyázni, apukák is, ne hagyjuk el a gyermeket túl sok időre, és óvjuk a házasságot, hatodik haszakad, mert most már nem csak ketten vagytok, hanem már legalább 3-an, ha ugye ikerszülés nem volt, akkor csak 3-an, aztán jön a következő valószínű. Tehát mihelyt a gyermek megszületik, a házasság eredeti funkciója
az betöltetik, és nem akarok ortodox módon tanítani, de nagyon kevés olyan házasságon, amely gyermekáldás nélkül működik. Tehát ahhoz egy nagyon-nagyon más típusú emberi gondolkodás kell, hogy a házasságból a gyermek hiánya ellenére ne hiányozzon semmi és senki. Általában egy mélységes kielégületlenség, szomorúság és esetleg középkori depresszió lesz úrrá, főleg a nőkön, hogyha egyébként anyák szeretnének lenni, de valamit intellektuálisan eldöntöttek, és az intellektus oltárán feláldoztak egy csomó mindent. Úgyhogy a gyermek fejlődésében a két szülő jelenléte, a férfi energia és a női energia, az apai és az anyai jelenlét egyaránt fontos és nélkülözhetetlen, és megint csak mit helyezek el abba a térbe, ahol a gyerek van. Elsősorban magamban mit hozok be, mit hozok haza a munkahelyről, az utcáról, a barátoktól, barátnőktől, milyen tudatot, milyen jelenlétet hozok be. Hát a gyerek hiperérzékeny, és azonnyomban reagál, hogyha te nagyon jó hangulatban vagy, közepes, vagy nagyon rossz hangulatban, magaddal hoztál egy csomó sötétséget, világosságot, reményt, reménytelenséget, és azonnyomban a szenzorai megérzik. Miért? Mert gyakorlatilag, ahogy mondtam, nem különül el a tudata sem az anyától, sem az apától. Így ezért kell nagyon-nagyon vigyázni, hogy a lelkedben mi van, mert az a gyerekbe átmegy, és hatással van rá. És most szeretnék az öröklődésről beszélni egy kicsit. Az, ami a tudatodban van, ahogy az előbb mondtam, hat a gyerekre, de érdemben te nem tudsz neki olyat adni, amely csak belőled jönne. Már a fogadókészség megvan a gyermekben, különben nem tudná befogadni, és így elmenne mellette. Tehát csak a karmáját tudod aktiválni a te saját impulzusaiddal, csak a benne lévő tulajdonságokat, lehetőségeket tudod kihozni belőle azzal a jelenléttel, ami te vagy, illetve ti vagytok, mint szülőpár. De nem tudsz úgy örökíteni valamit, ami csak tőled megy a gyerek tabula rázájába. Nincs tabula ráza. A gyerek hozza a karmáját magával, és te azt részben vagy egészben, általában részben aktiválod. Azért született hozzád, hogy ezt a karmát ti, mint szülőpár, aktiváljátok benne, tehát felneveljétek. Ez a nevelés vagy növelés, ugye? Az emberek nagyrészt azt hiszik, hogy nekik a belőlük származó jót át kell adni a gyerekeknek, és ez egy konvencionális módon helyes gondolkodás. De ennek a lehetetlensége az akkor mutatkozik meg, amikor te a legjobb tudásod szerint, a legjobb érzésed szerint jót akarsz, és a gyerek nem követi. Én csak jót akartam neked, kisfiam! Nem érdekel. Pubertáskori reakció. Már az ego 12 éves korra gyönyörűen meg tud keményedni, már fal van, és egyre nagyobb művészet átugrani ezen a falon, mert egyre inkább látod, hogy nem áttörni kell és a gyereket traumatizálni, hanem megtalálni azt a kaput, egyre fogyatkozó kaput, egyre kisebb nyílásokkal lévő kaput, ahol még elérheted a bizalmát, nyitottságát, azt, amit ő tényleg megfogad és 100%-ig elhisz. Mert egyre inkább a saját érzékszervi valóságát követi, a saját szemét, a saját fülét, a saját gondolkodását, a saját érzelmeit. És ez az első nagy ciklus, az első 12 év után, ez már nagyon keményen bebetonozódik, és ekkor vannak ezek a serdülőkori problémák. Azt hiszem, hogy az öröklődés problémája helyett, az átadandó, de nem az átadható karakterjegyek frusztrációja helyett, egy olyan kérdést érdemes föltenni, amely téged és a gyermekedet egyaránt segít. És ez, hogy mi az utunk. Tehát mi az én utam, mi a hitvesem útja, és mi a gyermekem vagy gyermekeim útja. Ezek az utak csak látszólag mutatnak egy irányba. Egy ideig tényleg együtt mennek, jó esetben párhuzamosan, összetartóan, kicsit széttartóan, és egybe lehet még őket tartani. De ahogy telik az idő, a gyermeked önállósodik, és ezt az önállóságot el kell fogadni. És ahhoz képest, hogy ez a 17-18 év mennyi változással jár, ilyen gyorsan telik el.
És az anyuka még emlékszik arra, amikor érezte azt a kis sejtcsoportot, és a lélek beléptét, és a rugdalózást, és hirtelen a gyereke másfél fejjel magasabb, mint ő, és azt mondja, hogy elmegyek Marokkóba nyaralni. Jó? Tehát nagyon gyorsan eltelik az a 17-18 év, és itt a legnagyobb tanulás az nem valaminek a megtanulása, hanem annak az érzékelés, hogy a gyerek önálló és független lett. Ez a legnehezebb. Tehát az anyai elengedés az egyik legnehezebb, pontosan azért, mert annyira erős volt a szimbiózis ahhoz, hogy az anya anya lehessen, a gyerek meg gyerek. Enélkül nem megy. És ez az emberi lét szenvedéséből az egyik nagy falat. A másik pedig az, amikor az apuka belátja, hogy az általa adott tanácsokat, tanítást, az ítéletből és jó kívánságból, bölcsességből, egyebekből összeálló tanítást nem fogja a gyerek követni. Részben követi, nagy részben nem. Ezért fontos a kérdés, hogy mi az utunk? Mi a gyerekem útja? Mi a társam útja? Mi az én utam? És hogyha ezeket a kérdéseket mered föltenni, akkor meglátod az ő nézőpontjából, hogy az útja merre vezet. És ez az együttérzésnek a család kultúráján belüli alkalmazása. A legszörnyűbb az, amikor a családban azt akarjuk, hogy csak az én nézőpontom legyen érvényes. Ekkor van vita. Ekkor az, hogy fizikailag közel vannak, és mentálisan nagyon távol, mert nem hajlandók egymás nézőpontját felvenni. Nem hajlandók beleérezni a másik helyzetébe. Nem hajlandók látni a másik útját. Tehát a legszebb dolog, amit a fülébe súghatsz a gyereknek, hogy szeretlek és segítelek utadon. Mennyire vagyunk erre képesek? És mennyire ragaszkodunk hozzá, hogy az én gyerekem vagy, és úgy csinálsz, hogy én mondok, és amíg ebben a házban élsz, addig az van, amit én akarok. Ismerős? Ez a gond. Ha elmered engedni a gyereket, akkor ő egy nagyon szép pályán visszatér hozzád. Ha nem mered elengedni, és ragaszkodsz hozzá, akkor kiszakítja magát, keresi az alkalmat, hogy úgy legyen önálló, hogy te ne tudj már semmit se tenni, és elszakad tőled, csak egy sokkal, de sokkal nagyobb röppályára tér, és nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán visszatér-e hozzád öregkorodra, vagy olyan esetekben, amikor szükséged lenne rá. A kondicionálásnak, neveltetésnek, a társadalomnak, a családnak óriási szerepe van, és meg kell nézni, hogy melyik mit csinál. Tehát nem szabadna a szülőnek az iskola szerepét átvenni, az iskolának a rendfenntartók szerepét átvenni, a rendfenntartóknak az állam szerepét átvenni, stb. Stb. Tehát nézzük meg, hogy mi mit csinálunk, és segítsük a többi szervet és alakulatot, társadalmi csoportot ellátni a saját dolgát. Kortünet, főleg Európában és Közép-Európában különösen, hogy a magunk dolgát nem vesszük észre és nem csináljuk, de odadumálunk a másiknak, hogy de te így, de tanárnő úgy, de rendőrelvtárs így. Na, ez az, amit meg kéne fordítani 180 fokkal, és az, hogy én milyen szülő vagyok. Mit adok a gyereknek, mit fogadok el tőle, mi az, amit nem tűrök el tőle. Tedd fel a kérdést magadban, hogy mit teszek, mint szülő. És hogyha ez megvan, akkor joggal teheted fel a kérdést különböző hivatalokban, irodákban, hogy ön, mint tanító, ön, mint nevelő, ön, mint munkavédelmi felügyelő, ön, mint rendőrhadnagy, mit tesz? És aztán egyszer csak rájövünk, hogy akármit csinálsz, a gyerek nyer. Akármit csinálsz. Akármennyivel okosabb vagy, tapasztaltabb vagy, a gyerek nyer. Miért? Mert 25-30 év előnye van. Annyival több az ideje. És te már kifelé mész, amikor a gyereked még ereje teljében van, és gyakorlatilag azt csinál, amit akar. És hogyha visszatér hozzád együttérzéssel, hálával, bölcsességgel, akkor örülsz, és hogyha nem tér vissza hozzád, vagy csak nagyon ritkán, vagy csak formálisan, vagy csak az évi két születésnapra, karácsonyra, húsvétra, megeszi a sonkát, tojást, beiglitozt, jó éjszakát kívánok, mert ilyen is van, akkor tudod, hogy hibáztál.
Úgyhogy igyekezzünk felfedezni, hogy a gyermek milyen karmát hozott le, pontosan mi az, ami összeköt minket, mi az utunk, merre megyünk ő és mi, és próbáljuk meg segíteni őt az utunk, az útján azért, hogy a mi utunkon is talán valami segítséget kapunk, ha más nem, akkor a távozáskor, amikor ezt a testet el kell hagyni. Mert ahogy a szülők segítik a gyereket a születéskor, a gyerekek segítik a szülőket a távozáskor. Ez a helyes. És hogyha a gyermek ott lehetne a szülő halálakor, de még sincs ott, akkor az ugyanolyan tragédia, mint amikor a szülés vagy születés nem sikerül. Mert akkor a halál nem sikerül. Nincs nagyobb tragédia a magányos távozásnál. Amikor körülvehetnének a szeretteid, amikor a jelenlétükkel segíthetnek, de mégsem teszik ezt, mert nem akarnak hallani rólad. Úgyhogy ezzel a tudattal érdemes belefogni a gyermeknevelésbe, és még egy csomó egyébbel, ami itt most nem hangozhat el, részint azért, mert nem tudom, részint azért, mert szétfeszíteni ezen előadás kereteit. Azt gondolom, hogy ez bevezetőnek bőségesen elég volt, és a többit, amire sikerül rájönnöm, azt a kérdéseitek függvényében szeretném kifejteni. Mi vagy a zen? Mit tud ajánlani arra az esetre, hogyha beteg a gyermek? Tehát én úgy érzem, hogy a gyereket az anyuka nagyon jól tudja gyógyítani. Akár azzal, hogy fizikailag is mellette van, és pont ez a tudati egymásra hangolódás miatt is tudja őt segíteni. Szóval nem ilyen csodákra vagyok most kíváncsi, hogy most mit kell csinálni, hogy meggyógyuljon, és nagy gyógyítások, hanem az, hogy igazából ugye a zen meditációnak van egy módszere, és hogy azt, hogyha más érdekében meditálok, például aki a saját gyerekem, akkor azt hogy tudom megtenni? Nagyon egyszerű, rendkívül egyszerű. Tényleg az anya és a gyermek között, ahogy ezt mondtam a bevezetőben, évekig hatalmas sávszélességű kapcsolat van, csak észre kell venni. És pontosan ebbe a lelki csatornába te beleteszel egy gyógyító szándékot és egy gyógyító mantrát. És ott vagy mellette, és természetesen kell az orvos, kell a gyógyszer, kell minden olyan, amit allopátiás vagy homeopátiás módon de megadsz neki, tehát ez nem pótolja azt a fontos fizikai dolgot, ezt elmondom, mert különben kapjuk a YouTube-on a bejegyzéseket, hogy csoda doktor, na vigyázzunk. Nem csoda doktor, most arról van szó, hogy amikor már megadtad neki azt a megfelelő orvosi ellátást, amit a gyerek betegsége meg kíván, na azon kívül mit tudsz még tenni? Oké? Okay? Tehát azt a gyógyító mantrát, vagy szeretett mantrát, amit egész életedben használtál, mondjuk, mert zen gyakoroltál. A Yaksa Yorebul az a gyógyító mantra, a Kwansen Bosal az a szerető együttérzés mantrája. Hogyha nagyon szenved, akkor a gátét olvasod rá, ez a ráolvasás. A nagydáron is lehet, az jó hosszú, de ha már tudod fejből, akkor mehet, mert ilyenkor nem olvasunk, mert az kétféle figyelem. Ami mantra benned erősen működik, és ami kifejezi energetikailag is, és tudatilag is azt a szándékot, hogy a gyerek gyógyuljon meg, a szó szerint ráolvasod, és nem gondolkodsz közben, nem osztod meg a tudatot aggodalommal, reménnyel, félelemmel, mi van, ha mi lenne, ha, stb. Egyszerűen csak ráolvasod, csak mondod. És egyenletesen, világosan, semmiféle túlhajtott érzelem, vagy bármiféle intellektuális ugye, agyalmány, semmi, egy tudattal osztatlanul. És az energia gyönyörűen tud működni, és ahogy mondtam, azért kell az orvosi kezelés, hogy te a lelki-tudati részét tud a mantrával intézni, és a gyógyszer és az orvos pedig intézi a fizikai részét, mert azért vannak. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Akkor én folytatnám, mert ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogyha ha valakit kezelsz, tehát mondjuk nem a gyermekem az, de segítségre szorul. Ugye én kezelek fizikailag is, tehát ugye gyógytornász, siacu ez, de hogy a tudat dolgot azt ugyanígy egy mantrába bele lehet tenni? Igen. Tehát hogyha a figyelmem ott van a mantrán, amiközben kezelek, akkor ezzel
ugyanúgy tudom segíteni ezt a lelkét. Igen, és ezért borít ki, amikor masszázs közben hülyeségekről beszélnek. Csak az, hogy a társadalmi formáció meglegyen. Nem. Hallgasson el, fogadja be a masszást, a masszőz pedig, vagy masszőr, fogja magát, és teljesen csak arra koncentrál, hogy átvigye azt, amiért ott van a páciens. A masszázs az nem pusztán felfrissülés, tehát egy nagyon komoly energetikai kölcsönhatás, és egy maximális tisztességgel kell eljárni, és nem belenyúlni a páciensnek, vagy kliensnek az energiarendszerébe. Tehát nem tudatosan mozdítok el különböző dolgokat a testen belül, vagy a test környékén, hanem ezzel az általános szerető légkörrel, szeretett mantrával meg tudod emelni a masszázsnak a hatékonyságát, viszont iszonyatosan ki fogsz fáradni a nap végére. És van egy jó oldala is ennek, nem csak te adsz a kliensnek, hanem a kliensnek a dolgai is átjönnek rád, és a mantra az nagyon szépen egy ilyen tűzfalat képez, hogy ne kelljen utána szó szerint lemosnod magadról azt, amit a paciens behozott, és te pedig a masszázsal gyakorlatilag átvetted. Tehát a mantrának van egyfajta öntisztító szerepe is, és van egy nagyon komoly olyan funkciója, ami segíti a klienst. És hogyha a tantiemben tudod megtartani, és nem itt a fejben gátolja a gondolkodást, akkor előbb-utóbb leszoksz a felesleges gondolkodásról, sőt, kiteheted azt a masszázsszobának van egy megfelelően jól látható helyre, hogy a csend gyógyít, használd ki. Ez jó ötlet, köszönöm. Szívesen. Mondtad, hogy ne vigyük haza a problémákat. Nekem például van egy stresszes munkahelyem, a munkatársaim is elég idegesek, és hát amikor hazamegyek, akkor leteszem ezt, de mégis azért ez a feszültség valamennyire bennem marad. Nem tudok így hirtelen 180 fokba váltani. Tehát ezt hogy tudnám megoldani? Gyakorlattal. Tehát például hazamész, és mindaddig ne kezdj el a gyerekkel foglalkozni, amíg asszonypajtással nem üdvözöltétek egymást, és ki nem egyenlítődött az az energiaszint, ami a feleséged és közted van. És természetesen ilyenkor az ember elkezd vacsorázni, tévét nézni, tisztálkodni, stb. Na, az előtt kellene mondjuk egy 10-15 perc meditáció, lepucolom magamról a nagyját, mert 15 perc alatt nem lehet az egészet, és amikor ezt megtetted, akkor megyek játszani a kicsivel. Akkor működik. Úgyhogy a tudat tisztaságára nagyon jól reagálnak a gyerekek. Kitűnően. Nagyon segít a rendszeres gyakorlat. És akkor minél hamarabb meg tudsz szabadulni azoktól a kérgektől, amit a mindennapi élet versenyében szükségszerűen föl kell venned. Egyéb kérdés? Bármilyen. Nem is tudom, hogy hosszan vagy röviden fogalmazzam meg a kérdésemet. Említetted a bevezetőben, hogy az anyáknak nagy fájdalom elengedni a gyermeküket. Általában. Na most az enyém még csak 7 hónapos, de valahogy a születése óta érzem ezt a fajta fájdalmat. Mert attól, hogy megszületett, és már nincs benne a testemben. És hogy folyamatosan nagyon gyorsan változik, és egyik pillanat úgy múlik a másik után is, mert annyira nem az, aki mondjuk egy hónaposan, vagy 2 hónaposan, vagy, vagy 3 hónaposan volt. És egyre inkább megfogalmazódik bennem az, hogy tulajdonképpen az a betegség, aki ő volt, vagy ő is nem ő volt, de majdnem, az már a megszületésem előtt bennem volt. És az, hogy így kiszakadt belőlem, hanem hogy megszületett, ez valahogy egy olyan elválás, ami egyre jobban távolodik tőlem, és igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy számomra egy olyan érzés, mint egy szerelem, aminek biztos, hogy vége lesz előbb vagy utóbb. De volt kezdete is. Tehát, hogyha van kezdete, akkor van vége is. Tehát azt nézd meg, hogy aminek van kezdete, annak van vége is. Tehát van közös karmátok, de az a születés előtt nagyon távoli volt, mert te már itt leledzettél ebben a testben, ő pedig még várt, hogy beléphessen. Tehát amikor
belép az anyamébe, akkor elindul egy nagyon komoly közös karma, az folytatódik, de aztán elkezd szépen szétválni, és bizony, amikor egyikőtök kilép ebből az árnyékvilágból, akkor megint nagyon távoli lesz. Tehát ennek van egy kezdete, egy nagyon komoly közös első szakasza, aztán elkezd széttartani, és egyszer csak szétválik. Úgyhogy ezt, ha teljes ciklusában látod, akkor legalább a megértés fog egy kicsit segíteni. Hogy ennek volt egy előzetese, egy nagyon komoly kezdete, egy nagyon intim, teljesen szimbiotikus szakasza, és hogy az idő telik, egyre inkább más és más arcát, egy teljesebb arcát mutatja az ő karaktere, egyre önállóbb lesz, és utána pedig elmegy a maga útján, néha-néha visszatér, egyre nagyobb sugarú pályán, tehát egyre ritkábban visszatér, és utána pedig elköszöntök. A kérdés az, hogy megadtatok-e mindent egymásnak, és elfogadtatok-e annyit egymástól, amennyit lehetett, amennyire képesek voltatok. Hát ez egy kicsit kitágítja a látókört, ugye? Tartsd ilyen tágan, mert hogyha visszaszűkül, akkor megint szenvedni fogsz. Hát ne éld meg a veszteséget azelőtt, hogy bekövetkezik. Most örülj. 7 hónapos, és még nagyon sok évig. Anyu, érted? Ez egy jó ideig el fog tartani, aztán néha még szabadságra is kell menni, hogy a most már legem van. Ami engem úgy, tehát kicsit olyan furcsán jelenleg ezt a dolgot, amiatt, hogy tehát az a beteség, az tényleg 35 éven keresztül bennem volt. És az a furcsa érzés... De nem ugyanaz, hát azért nézzük meg, hát gondolkodjunk erre, nem ugyanaz a beteség várakozott ott behűtve 35 évig, azok azért cserélődnek, tehát nem. Majdnem havi, dehogy nem. Nem, hát azok a betegségek, amelyek az embernek még az anyaméhben kialakulnak, és havonként beérik egy, igen. Ugye? Hát de attól még az ott volt. Amikor tárolódnak, azok nem fejlődnek ki. Tehát havi rendszerességgel jelentkezik egy pár, nem csak egy pár, és akkor azt mondja, hogy na, lesz-e ebben a hónapban kölyök? És hogyha nem, akkor egy ilyen kis egy placentával távozik. Köszönjük szépen. Igen, most még azt szeretném kérdezni, hogy az emberben ugye, az én kislányomban is benne voltak azok a petesejtek már, vagyis kialakultak, amíg az én mélyemben volt. Hogy vajon az mennyire alakult ki, hogy mondjuk neki milyen gyereke lesz, vagy ez hogy? Az lelkem nem a petesejtem múlik. Mondtad, hogy bennem van, mint petesejt. Nem, a petesejt az a hordozó. Tehát a levelet és a postásbácsit azt ne keverjük össze. A levelet felbontjuk, a postásbácsit hazaengedjük. Tehát ez így, tehát nem a postásbácsit bontjuk fel, és a levelet pedig hazaengedjük. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Tehát a testet meg a lelket, azt ne keverjük. Az egyik a másiknak a járműve, a másik az egyiknek pedig a vezetője. És ezt így kell szemlélni, akkor születik meg a gyerek, amikor éppen a karmáját tudja folytatni. És azokhoz, akikkel tudja folytatni, oda, ahol tudja folytatni. Asztrológusok most teljes vitustáncot járnak, hogy most már komputeren lehet különböző dolgokat elérni, pontosítani, nem kell ilyen vastag füzeteket, meg könyveket hetekig nézni. Olyan gyors lett az adatáramlás, hogy bejutnak egy pár életeseményt gyerek 12-18. Életéve között, és olyan elképesztő pontosan lehet látni azt a karmát, hogy mit hozott magával. Ez ami elképesztő. Ezért mondom, nem petesejt volt. A petesejt az ott várakozott, mint a kis jármű, mint a kis élettaxi. Egyszerűen elkezdjünk taxizni. De az, hogy mit hozott magával, az látható a szignatúra tanokból, hogyha valaki erre hajlandó, hogy ezeket megnézze, akármennyire részleges, akármennyire szimbolikus, akármennyire tökéletlen, a szignatúra tanok, tehát asztrológia, meg egyebek, ezek, hogyha tiszta tudatú az elemző, akkor nagyon-nagyon jó dolgokat lehet mondani az önismeret segítése érdekében. Nem pótol semmit, de a maga helyén nagyon-nagyon jó kezdet, hogy azt mondják, hogy hát nézzük meg ezt a kvadrátot, személyiségben ilyen és ilyen tulajdonságok esetleg csattannak, vagy ha ilyen és ilyen emberrel találkozik kívülről, akkor ez csattanni fog. És ezek nagyon jó felkészülések arra, hogy
jaj, hát akkor most egy kicsit lassítsuk le, nem megyünk a fejünkkel a falnak, nézzük meg, hogy milyen üzenetet hordoz ez a probléma, és így egy picit távolítsuk a pluszt meg a minuszt, mert nem rövid zárlatot akarunk, hanem rendes ugye, fogyasztást. A két pólus közé berakunk mondjuk egy villanykörtét, vagy egy kis trafót, vagy egy kis kávédarálót, és nem azt akarjuk, hogy ilyen hatalmas nagy csattanások és villanások legyen. Magyarul az embereknek együtt kéne dolgozni, együtt kéne működni, és a köztük levő karmát valamire fölhasználni, mondjuk kreativitásban, együttélésben és egyebekben, és nem egymást cseszegetni, amikor összerakom a pluszt meg a minuszt közvetlenül, csak hogy BOOM! Veszekedés van. Nem veszekedni kéne, közösen kéne cselekedni. Csak közös cselekvésben a plusz és a minusz, közé raktam a fogyasztót, a közös cselekvés tárgyát, csak rögtön van miről ugye, beszélni. Rögtön van valami. Na most a gyereknél is ez van. Elkezded a gyereket tulajdonságait közvetlenül abriktolni, és meg akarod változtatni? Nem, adj neki egy olyan feladatot, hogy a feladat majd megváltoztatja őt. Nem neked kell. Tedd megfelelő helyzetbe. Hozd olyan kapcsolatrendszerbe, néha kényszer és néha szabadság egyszerre érvényesül, nagyjából mindig. Tehát add meg neki azokat a kényszereket, és add meg neki azt a szabadságot, hogy fejlődhessen. Tehát ahogy mondtam, hogy nincs öröklődés abban az értelemben, hogy az emberek azt szeretnék, hogy majd én az egomból adok neked valamit a te ürességedbe, ugye a tabula rázádba, és te majd abból tovább viszel valamit. Ilyen nincs, ez illúzió. Azért, nem látjuk a tudatunkat. Ha látnánk az övét, a gyerekét, meg a miénket, akkor látod, hogy hozta a karmáját, te abból aktiváltál egy csomó mindent saját képességeid szerint, de a többit azt bízd másra. Engedd, hogy az útját járja. Segítsd a felébredésben. Segítsd, hogy önmagára találjon. És hogyha ezt megteszed, akkor a gyerek végtelenül hálás lesz neked. De itt van egy egyenlet. Csak annyiban segítheted őt a felébredés felé, amennyiben te magad haladtál. És hogyha nem haladtunk, akkor ugyanazokat a körkörös rutinokat, ugyanazt a karmát szépen adjuk, és toljuk, és a magunk szellemi szintjén nem léptünk följebb. Akkor a gyerek olyan kihívások elé állít, hogy mondom, úgy tudnak fájni, mint hogyha beléd vágtak volna egy ilyen hosszú kést. Csak a szívedben. A gyerek teljesen tudattalanul megtalálja a gyenge pontodat. Azt hiszed, neveled? Igen, így van. És ő viszont ugyanez. Csak a szülő már nincs mit nevelni, inkább vág le belőled különböző dolgokat. Tévedéseket, egyebeket, hiányosságokra mutat rá, és úgyhogy közben végtelenül szeret téged. És függ tőled. No, tehát ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy mi, micsoda. Tehát mi a test, mi a lélek, mi a te utad, mi az ő útja. És akkor működik. Akkor jó. Egyéb kérdés? Mennyire most ez ide is vág, mert így azt élem meg, ugye nekünk is 7 hónapos a kisbabánk, hogy ugye, ahogy család születik, ahogy anyám, hogy nőből anya lesz, férfiből apa, ugye a nagyszülőkből is nagyszülő lesz, tehát az én szüleimből nagyszülő vált, illetve a férjem családjánál is látom ezt, hogy az ő életükben is óriási változást hoz, és mondjuk én még várandósan is megtapasztaltam azt, hogy foglalkoznom kellett az ő krízis helyzeteiket. Tehát az, ahogy jött az információ, hogy jön egy új családtag, és hogy nekik is ezt nagyon fel kell dolgozni, és hogy azt is úgy éreztem, hogy ez is rajtam keresztül megy át. És aztán most ott vagyok úgy középen, hogy ugye az anyává válás és ezek a szerepek, és az, hogy a szüleim. És hogy megváltoznak a viszonyok, de igazából mondjuk nálunk úgy van, hogy inkább pozitív irányba. Szerintem ezt se lehet általánosítani, hogy ez most feltétlenül egy pozitív dolgot hoz be. De nagyon sok mindenre rámutatott a szüleimmel való viszonyomban is. Tehát, hogy minőségileg változott, igaz, hogy mindenki törekedett arra, hogy ez egy pozitív élmény legyen, tehát, hogy azért volt egy ilyen tudatosság benne. De például édesanyámmal kevesebb a konfliktusom, ami tök jó, mert előtte, vagy kamaszkoromban nagyon durva volt. Tehát, hogy, és most úgy letisztult nagyon sok minden, és őket is könnyebben megértem. Sokkal könnyebben megértem őket már így. Pedig még csak most lettem anya, tehát még nem is tudom, milyen az, amikor kamasz a gyerekem, amikor, nem tudom, behívott a tanítónéni, meg mit tudom. Arról is fogunk beszélni 10-15 év múlva. De a lényeg az, hogy egyrészt teljesítetted a nőktől elvárt
és rájuk vetített társadalmi kötelezettségedet, anya lettél. És ez a te édesanyád szemében ez egy hatalmas eredmény. Más, megszületett az unoka, van kit újból dédelgetni. Hatalmas érzelmi fókusz született, és újra boldogság ugye, költözött a házba, gondoljuk, de hát megjelent egy új emberi lény, aki minden szeretetet, törődést megérdemel, és ezért szoktunk versenyezni, hadd vegyem én föl. És akkor néha anyuka így néz a saját jó édesanyára, Nagyi, Nagyika, csak óvatosan, jó, én gyerekem. Tehát, és ez egy olyan állapot, amikor a három generáció együtt él, hogy ez egy természetes trianguláció. Tehát egy természetes háromszögellés, és aki ezzel foglalkozik, hogy mi a trianguláció, az gyakorlatilag a plusz és a mínusz, az egyik és a másik, a férfi és a nő közti konfliktusokat igyekszik levezetni. Ez a szegény gyereket néha demarkációs vonalnak, villámhárítónak, és ugye családi diplomatának szeretnék használni az emberek, és mindez fejleszt a gyermek személyiségén, de nagyon gyakran a fejlődésére rossz hatással van. A gyerek nem demarkációs, és volt olyan, hallottam olyat, már felnőtt ember emlékezett vissza arra, hogy az apja és az anya vitatkozott 12 éves korában, hogy de akkor is együtt maradunk, mert a gyerek miatt együtt kell maradni, és ez így végig ment, és amikor a gyerek 12 éves lett, és ezt hallotta, és sajnos az a szülőpár az ivott is, tehát nem lehetett kontroll, semmi, azt mondta, hogy figyeljetek rám, most váljatok el, mert különben elköltözöm. 12 éves volt. Most váljatok el, különben kimegyek ebből a házból, és nem jövök vissza. Nem váltak el. A lány 18 éves korában úgy elköltözött, hogy csak nagyon-nagyon vastag piros betűs napokon megy oda-vissza. Ennyi történt. Jó, tehát a trianguláció néha nagyon megviseli a gyereket, de amikor egészséges a család működése, mert mind a három generáció kellően magas tudatossággal, lélektudatossággal és világos intellektussal, helyes karmával működik, magyarul nem egymásnak okoznak szenvedést, hanem egymás segítik, akkor a gyermek egy boldog harmadik pont. És nem villámhárító, hanem egy fénypont. És ez nagyon más. Mind a kettő elektromosság, csak ugye a villám vág rajtad át, vagy pedig a fénysugár ér el, ez egy egészen más élmény, pedig foton mind a kettő. Elég gyakori, amikor már sok kisbabás család van most körülöttem, és azért látom ezt az anyósom, néha a saját édesanyával való konfliktus az azáltal, hogy ahogy jött a baba. Tehát mindenki okosabb akar, de mindenki meg akarja mondani, hogy ilyenkor, nem is tudom, ilyenkor mindig azt próbálom, azt a tanácsot mondani, hogy ez az együttérző, beleérző, hogy próbáld meg az ő személyén keresztül látni ezt, hogy miért akarja ezt úgy és úgy csinálni. Van ennél egy sokkal egyszerűbb és radikálisabb történet, órarend. Tehát nem tudod azt szabályozni, hogy hogyan viszonyuljon a gyerekedhez, viszont azt meg tudod mondani, hogy ekkor, ettől eddig, ez kész. És ez essen egybe azzal, hogy neked szükséged van rá, amikor magaddal, tehát amikor olyan dolgod van, hogy abban a gyerek nem vehet részt, akkor adj lehetőséget a család többi tagjának, hogy babysitter legyen, pesztrálja, stb. És majd te helyre igazítod azokat az apróságokat, ő túlságosan dédelgette, túlságosan sokat felvette, később túlságosan sok cukrot ad neki, elviszi cukrászdába már hetente harmadszor, tehát gyerek mind elő fognak fordulni, és egyet tudj, hogy mint anya, te teljes uralmi helyzetben vagy. Ez anyám. Apukáknál ez másképp működik, ők egy más szeletét végzik a gyermeknevelésnek, de ami a gyermek fizikai, érzelmi, egyéb jólétét illeti, az az anyukáknak a feladata, és teljes jelenlétet kíván. Apukák egy idő után a szellemi fejlesztésbe szólnak bele, meg az útválasztásba. Egyéb kérdés? Én a nevelésről szeretnék kérdezni, hogy kollégista voltam, és azt tapasztaltam, hogy általában azok a problémásabb
gyerekek, akiknek vagy a szüleik ilyen rendkívül szigorúak voltak, vagy még mindent megengedtek. Másfelől a médiáról szeretnék kérdezni, hogy az internetet, a televíziót engedjük, ne engedjük, erről szeretnék kérdezni. A középút az mind a két esetben, amit említesz, nagyon fontos. Nem tudod teljesen leszabályozni a gyereket, tehát ne légy túl szigorú, mert akkor ki fog törni. És ne legyél túl engedékeny sem, mert akkor meg nincsenek határok. És azt már egyéb, például párkapcsolat esetében is tapasztalhatjuk, hogy ha nincsenek határok és nincsenek szabályok, akkor az a kapcsolat szétesik. És hogyha túl szabályozott a kapcsolat, akkor egy ideig még izgalmasabban, még nagyobb stressz alatt tudunk ugye együtt lenni és együtt működni, de hogyha túl van szabályozva, együtt után megkeseredik és kész vége. Gyereknevelésnél ugyanez. Nézd meg, hogy mi az, amit meg kell engedj a gyereknek azért, hogy az útján mehessen, és hogy azt az irányt vegye fel, amivel te egyetértesz. Egy idő után felveszi azt is, amivel nem értesz egyet, de amíg hathatsz rá, addig hassál rá bátran, legjobb meggyőződésed szerint. És ez nem csak az internetre és a médiafogyasztásra érvényes, ez a középút, hanem mindenre. Mindenre. Viszont ami az adatáramlást illeti, egy picit visszaugrom, és a nevelés tanácsai előtt egy általános dolgot szeretnék mondani. Ez pedig az, hogy az a tudat, ami bennünk ketyeg az évszázadokig, inkarnációk százain át, tehát évezredekig, sokkal, de sokkal kevesebb információt dolgozott fel, mint ami itt az emberiség földi létének az elmúlt mondjuk 50 éve. Tehát az elmúlt 50 év az egy teljesen őrült információs forradalom volt abból a szempontból, hogy az agyunk mennyit képes minőségromlás nélkül elviselni. Tehát egyre nagyobb a zaj, mert egyre több információt kell átbocsátanunk magunkon. Volt egy felmérés a 19. század közepén, tehát 20-150 éve, egy embernek, egy átlag európai embernek annyi információ jutott egy élet alatt, amennyi a New York Times egy heti összkiadása, a hétvégi vastagot is beleértve. Annyi bit. És azt apa bácsi állandóan ismételt a templomban, azt mindig újra hallották a falugyűlésen, a bálokon, a különböző egyeket, de ennyi volt, kis variációkkal az kitartott élete végéig. Most nézd meg azt, hogy csak az írott sajtó útján korábban mennyit fogyasztottunk, és most az audiovizuális dolgok útján a többszörösét pakoljuk bele magunkba naponta, mint amit ugye optimális lenne. Na most a fejlődő tudatot ez teljesen dezintegrálni tudja. Felborítja a rendes bioritmusát, mert éjszaka netezik, aztán nappal akar aludni, és akkor látsz ilyen totál beállt, kómás, kokszos, kora tizenéves tudatokat, akkor tudod, hogy ez történt velük, és megtöltötték magukat mindenféle szeméttel a netről, ahelyett, hogy információs meg egyéb forrásként használnák föl, de az még idő, addig még nagyon-nagyon sok helytelen websájtra oda kell menniük, és feltölteni magukat különböző érzékszervi tartalmakkal, és utána pedig rájönnek, hogy ettől ők szenvednek. De amíg ez a szenvedés nem lesz az övék, addig nem fognak önállóan más döntést hozni. Amit te tudsz egészen onnantól kezdve, hogy a gyerek 3 évesen küld neked SMS-t a saját mobiltelefonoddal, ugye? Mert ösztönösen kiismerik ezeknek a működését. Tehát a digitális benszülöttek és a digitális vendégek, azok teljesen másképp működnek. Mindenki, aki nem született internetkultúrába, mint ahogy én sem, és nagy részletek sem, gyerekkorotoktól fogva nem volt számítógép anyuka hálószobájában, vagy apuka dolgozó szobájában. Tehát akik később vettek maguknak mobiltelefon, komputer és egyebek, azok a digitális vendégek, vagy digitális bevándorlók. A digitális benszülöttek pedig azok, akik beleszülettek abba, hogy születésükor már anyuka és apuka mobiltelefonált, már internet volt, és akkor azzal kellett együtt élni. És a gyerek sokkal hamarabb megtanulja ezt használni, mint ahogy gondolná. Tehát láttam 2 éves gyereket végigpörgetni a kábel TV csatornáin, mert kereste a Minimaxot. És így, és akkor nézte a rajzfilmet.
És tehát amíg a gyerek hallgat rád, és egy jó darabig fog, hogyha ezt együttérzéssel és középutasan csinálod, addig a tartalmát is, és a felhasználás idejét is meg tudod határozni az internet használatnak. És légy társa az online életben. Vezesd őket olyan szájtokra, a gyerekeidet, amelyekben te is hiszel és szereted, és foglald le őket olyan tartalmakkal, és most már rengeteg van. Rengeteg olyan tartalom van, hogy ha tudod, hogy mit akarsz a gyerekednek adni, és oda vezeted, begépelitek, külön bookmarkok, könyvjelzők vannak, nagyon-nagyon sokáig hallgatni fog rád, azt egyszer pubertás, tinédzser korában már a haveroktól is lát valamit, ami nagyon más, mint amit te mutattál, és akkor meg azzal fog működni, akkor viszont belép a második lépcső, nem csak ekkor, már korábban is beléphet, úra rend, szabályzás. Tehát napi, teszem föl egy óra internet használat, és kész. Ezt majd ti belövitek, hogy pontosan mennyi lehet. Tehát a tartalmát is, és a formáját is addig szabályozd, bölcsességgel, középutas tudattal, kellő együttérzéssel, jelenléttel. Ez nagy. A gyereknevelés nagyon nagy része egyszerűen a jelenléttel múlik. Ez nem a választott nevelési stratégián, ideológián, hatékony, nem. Legyél a gyerekkel. Kész. Akkor átmegy. Nem vagy a gyerekkel, nem megy át. Ezt nem lehet távvezérelve csinálni. Nincs online gyereknevelés. Vagy ott vagy, vagy apuka majd egy hónap múlva Skype-on Hollandiából. Igen, csak hát, hogyha ez túl sokáig megy, akkor apukából virtuális apuka lesz. Nem jó. Úgyhogy a tartalmát is, és a formáját is, és nagyon el kell gondolni magadban, hogy mit akarsz, hova akarod vinni őt, mi az, amit megengedsz neki, és mi az, amit nem, és amikor rákérdez, de apa, mert miért? Akkor elmondod. Itt is csak a saját belső belátásod függvényében tudod őt nevelni. Tehát elmondod, hogy azért nem nézzük ezt az oldalt, mert rosszat álmodsz tőle. És én nem szeretném, hogyha rosszat álmodnál. Vagy reggel szomorúan kelsz föl. Vagy nem tudsz figyelni az iskolában, hogyha túl sok videót nézel. És a figyelem az a tudat legnagyobb tőkéje, hogy tudsz figyelni. Ez most az általános iskola felső tagozatának a nagy része figyelemhiányos. Nem tud figyelni. Nem tud egy percnél tovább odafigyelni a kis füzetére megint. Ezért van az, iskolák többségében óra elején kosár, mobiltelefon be, az összes, szekrénybe be, rázárják, mit csörög minden, most mennyi vastag ajtajú szekrények vannak, külön kis mobiltartó. Akinél mobil van, vágják ki, mint macskát szarni. És ezek most már a drága meg elit iskolákban, ez egy abszolút szabály. Több okból puskázás, egyebek, és a figyelem az, amit a központi helyen említenek. Tehát az audiovizuális kultúra amennyiben tudja az információhoz való jutást segíteni, annyira dezintegrálni tudja a tudatot, nincs jelen a gyerek, nem tud figyelni, nem koncentrál, nem tudja internalizálni, magyarul megtanulni az anyagot azért, mert már fel van töltve a tudat a szeméttel. Oké? Tehát ugyanaz, mint a kajával, ne edd túl magad, egyél minőségi kaját, és tudd, hogy miért eszel. És hogyha társa vagy a gyereknek a netezésben, akkor jó netpolgár, netizen lesz, és helyes szokásokat fog kialakítani, egyszerűen azért, mert már annyit csináltátok együtt ezt a dolgot, és vannak rituálék, jó, most megnézzük a kedvenc YouTube csatornádat, most elmegyünk híreket nézni, stb. Ugyanaz, mint egy ilyen normális heti beosztás, hogy hetente mit csinálunk, most elmegyünk testnevelés órára, most elmegyünk hegedű tanszakra, elmegyünk modellvasút szakkörbe, stb. Ugyanezt a neten végig lehet csinálni. És hogyha érdekes, hogyha kellőképp ismered a gyerekedet, kellőképp érdekes, informatív honlapokat társz elé, akkor hallgatni fog rád. Nem lesz az a semmi baj. De ha csak tiltasz, vagy ha csak elengedsz, ahogy a kérdésed első felében mondtad, akkor gubanc van. Akkor nagyon nagy gáz lehet, és akkor rászerj. Ha csak megnézed a history-t, a történetet, és úristen, hova jár ez a gyerek? Hát azért, mert nem voltál mellette, távvezérelve akartad megoldani, szabályvezérelve akartad megoldani, valójában nem törődtél vele, csak elvártad, hogy helyesen cselekedjen. Nem fog.
Nem fog, ott kell lenni vele. És akkor megy. Oké? Okay. Az én kérdésem egy kicsit fordított lenne, mert én a szülőről szeretnék kérdezni. Mégpedig, hogyha látjuk, hogy a szülő megkeseredett, és nem boldog az életében, és hogyha akarunk neki segíteni, abból általában csak mindegyik konfliktus születik. Ki szeretne a szülőnek segíteni, ezt azért tisztázzuk? Hát, én. Milyen szerepkörből, mint társ, vagy mint gyerek, vagy mint nagyszülő, tehát honnan szeretné segíteni? Tehát én vagyok a gyerek. Ez jó, mert ez tudod, Angéta, tehát ez most már nem egyértelmű, hogy ki vagy a te. Szerepek, igen. Igen, tehát te lennél a gyerek, és a szülő, milyen a probléma, igen. És amikor segíteni próbálok, abból csak még nagyobb konfliktus születik, ugye? Tehát, hogy lehet-e segíteni? Várjunk egy picit. Ne nézzél, kérdezzél. Tehát, következő van. Mit szeretnél segíteni? Most egy kicsikét legyél konkrétabb, jó? Tehát nem kell neveket mondani, nem kell GPS koordinátákat említeni, csak azt, hogy mi a probléma, és te hogyan szeretnél segíteni ebben. Fú, hát ez nagyon komplex ahhoz, hogy most... A legfontosabb részét ragad meg, és tárd ide. Tehát alapvető elégtelenség saját magával és az életével. Depresszió is? Igen. Lehet. Akkor közelítünk. Még tovább. Amiből persze származott egy jó kapcsolatunk volt, és ezáltal egy konfliktus. Mikrofonba kérlek bele. Jó. Ez a mikrofon. Tehát született egy eltávolodás is már az előző jó viszonyhoz képest. Csak az a kérdésem, hogy lehet segíteni, vagy hogy lehet segíteni? Angi, tehát annyira általános a kérdésed, mint hogyha megkérdeznéd, hogy vannak-e tarka macskák Szabadkán? Hát persze, hogy lehet segíteni, de mi történik a tarka macskával, és miért kellene segíteni? Most egy picit közelebb jutottunk, de most hadd segítsek most én még neked, hogy később tudj segíteni te. Ezekből a problémákból, amiket látsz a szülő párban, vagy az egyik szülődben, egyik szülő, vagy mindkettő? Egyik szülő, tehát ez a okay. Szülő és gyerek viszony. Azt most metsző leszek, apuka vagy anyuka? Anyuka. Anyuka, akkor nehezebb. Azonos nemű szülővel mindig nehezebb, mert ott van egy ego csattanás általában. Ellenkező nemű szülővel sokkal könnyebb dolgod lenne. Azonos nemű szülőnél sokkal nagyobb a kényszer, hogy majd én megmondom, milyen legyél kislányom. Oké? Okay? Szóval, mennyit vetít ebből jó anyád rád? Ezekből a létproblémákból. Mennyiben okol téged ezért? Hát felszínesen valószínűleg sokszor kaptam csúnya mondatokat ezek a dolgok miatt, de viszont szerintem igazából tisztában van vele. Véded? Látod, mennyire véded? Nem, tényleg ezt mondom. Mikrofon. Igen. Mit védesz? Mit védesz benne? Ne feledjük, nagyon szereted őt, ez látszik. De mi az, amit most védesz? Hát az édesanyám. Benne mit? A lelke. A lélekben mit? Tovább nem tudom. Kérdés. Tehát eljutottunk most addig, ameddig lehetett, de nézd meg, hogy mit védesz abban a kapcsolatban, ami az édesanyádhoz fűz. Ez, amit lezársz, letokolsz, és lent van neki is, meg neked is a tudat felszín alatt. Ez energiaveszteséggel jár. Ez a depressziónak az oka. Oké? Okay? Tehát
tessék nagyon-nagyon megnézni, hogy egyrészt a szülő mit vetít rád ezekből a problémákból, hogyan tudsz ezen projekciók helyett valóban a problémákkal foglalkozni, és általában itt nem valami mágikus panacea kell, amit te összeszedsz valahonnan, és beteszed egy kis fiolába, és anyuka 3x3 cseppet étkezés előtt. Nem. Az első és legfontosabb dolog, hogy te magadban az édesanyádat, a lelkedben a helyére rakod. Ez innen indul. Ezért kérdezem, hogy mennyi projekció megy feléd, mert ez annál nehezebb, minél inkább téged okol ezeket a problémákért. Próbálom tisztán látni, igen, hogy, hogy úgy lássam, hogy ezek csak projektek, és hogy ne vegyem magamra. Ezt közvetlenül nem tudod megoldani. Tehát nem innen. A projekciókat nem tudja, te én mondtam, de te mondtad, ezt így gondolom, de így gondolom, a te hibád, nem, az én hibám, a te hibád, ez így nem megy. Tehát dobáljuk egymásnak az izzó szilvás gombócot. Ez nem megy. Ez úgy megy, hogy a projekcióknál neked nagyobb a toleranciád. Az a szűk kutrica, amiben a projekciók téged beletennének jó anyád részéről, az a szűk kutrica, az nem a te azonosságod, te azzal nem vagy azonos, az nem az identitásod. A te tudati tered nagyobb, mint amit számodra kijelölnek. Magyarul nagyobb a lelked, többet tudsz tolerálni, másképp látod, anélkül, hogy vitatkoznál. És ez egy belső nagy transformáció. Tehát legyen a tudatod tere tiszta, lásd meg azt az aprócska kis foltot, amit számodra kijelölt abban mondjuk egy szülői viszony, lásd azt, hogy ez miért történik úgy, és ezt a nagy teret add vissza neki. Hogy édesanyám, te nem ez vagy, te ennél sokkal, de sokkal több vagy. Ennél sokkal, de sokkal boldogabb lehetsz. Csak ne ragaszkodj a nézeteidhez. Látod, így kell a projekciókat elvenni, és nem, hogy nekem van igazam! Tehát sokkal, de sokkal nagyobb tudati teret adni a szülőnek, mert te is ettől lettél jó kislány, hogy bíztak benned, hogy örömmel fordultak hozzád, hogy adtak neked rengeteg pozitív impulzust és lehetőséget. Hát adja szüleidnek vagy édesanyjának lehetőséget a változás, és ez egy tudati térrel kezdődik, hogy nem szólítom be, nem akarom megmondani, hogy mit gondoljon, mit csináljon, milyennek nézzen engem, hanem csak nyisd ki a tudatot nagyobbra, és ehhez először a sajátodat kell. Tehát adj magadnak nagyobb tudati teret, nyílj meg egy kicsit magad számára, tisztítsd le a tudatodból azt a karmikus réteget, ami akadályoz, és hogyha ezt meg tudod tenni, akkor a szüleiddel is meg tudod ezt tenni. Sokszor mondtam már, akik a csatornát nézik, azok már lehet, hogy fáradtak ettől, de apám nagyon sokat vitatkozott velem zengyakorlatom első két évében, mert világi voltam, otthon laktam, nem költöztem el, egyetem, postgrad, munka, tehát otthon voltam. És a külön szobám ellenére nem óhajtottam elkülönülni lelkileg a szüleimtől, tehát nagyon sok mindent megbeszéltünk, így visszatekintve rengeteget apámmal is. És két év zengyakorlat után, miután már X plusz Y a négyzeten szer megbeszéltük, hogy a zen micsoda, és hogy apám tudós, és nem fogadja el, mert nem lehet megmagyarázni, és kísérletileg igazolni, és megismételni, és logikai rendszerbe foglalni, és ta-ta-ta-ta-ta. Egy hétfő este, amikor hazatértem a zen gyakorlatból, esmételtem, megkérdezte, hogy ugyan mondd már meg, édesfiam, mit csinálsz te itt hétfő esténként abban a meditációs csoportban? Már találkozott a nagy őszhajó összakálló vezetővel. Már adtam neki zenkönyveket, már elmondtam, már sétáltunk, már vitatkoztunk, már minden volt. És újra megkérdezte. Csak azt mondtam neki, hogy édes jó apám, tudod, hogy erről mi nagyon sokat beszéltünk. Vitatkoztunk is, megpróbáltam átadni nézeteket, és én azt gondolom, hogy én most nem magyarázni szeretnék, mert tudom, hogy ugyanabba a zsákutcába belemennénk, mint korábban. Én csak egyet kérek. Itt élek veletek, csinálom a dolgomat, mint frissen végzett egyetemista, és hogyha azt látod, hogy hibát követnék el, akkor szólj.
azóta nem kérdezett az ára. És kinyitottam a lehetőségek tárházat, és nem azt mondom, hogy igaz vagy nem igaz, én ezt gondolom, te azt gondolom, stb. Nyugodtan mondd, jelezd vissza, itt vagyok, meghallgatom. És miért nyugodott meg? Mert ez egy abszolút közvetlen visszajelzése volt a zen gyakorlat eredményének. Ha a fia ilyen tudattal fordul felé, ha így viseli magát, hát akkor túl nagy gond nem lehet, hogyha egyébként nincs hiba meg, érted, nem az árokból jön haza reggeli. Érted? Jó, tehát adj a szüleidnek nagyobb teret a szívedben is, és az életben is. És ezt a teret friss energiával anyuka be tudja tölteni. Megkérheted olyan dolgokra, amiket szokott csinálni, de már nem csinál. És az korábban örömet okozott neki. Anya, főznél nekem még olyan zöldséglevest, amit tudod, hogy 10 éve már nem ettem. Hasonlók. És akkor kijön a depiből. Mert mitől van depresszió? Nézzünk vele szembe. Öregszünk. Semmi újat nem hoz az élet. Csökken az energia. Csökkennek a lehetőségek, és itt kopog a halál az ajtó. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kilátástalan tudat. Főleg, ha mi kudarc élményekkel, frusztrációval, befejezetlenséggel, kielégületlenséggel, minden egyébben párosul, és olyan keményen összegyűjthetem a saját negatív ugye, hozzáállásomat, hogy magamat ásom el a földbe a bizalmatlanság és reménytelenség kicsi gyalázatos ásójával. Na, ezt nem kéne. És mit teszek? Anyuka kezébe az ilyen kis mentális gyalogsági ásó helyett beteszem a főzőkanalat, a varrógépet, az olyan dolgokat, amikkel ő kreatív volt, jó dolgokat csinált, a családot segítette, örömet okozott, és ezzel is kifejezem a szeretetemet, kifejezem azt, hogy még mindig fontos vagy, még mindig szeretünk úgy, mint anya, stb. És ilyenkor a dumának nagyon-nagyon kevés helye van, tehát tessék cselekvéssel gyógyítani, jó? Mert előbb-utóbb az a pár évtized az így, és akkor mi is ott vagyunk. Akkor hogy viselkedünk? Mert ahogy cselekszel a szüleiddel, és ahogy viszonyulsz hozzájuk, nagyon hasonlóan fogod te is megélni azt a korszakot. Úgyhogy készüljünk, kérem szépen, segítsünk. Legyünk igazi emberek, és ahhoz először belül kell ezt az igazi embert megtalálni. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Szívesen. A meditációról szeretnék kérdezni, a gyerekek meditációjáról. Hogy mikortól érdemes úgy tudatosan meditációra nevelni. Biztos, ha látja, hogy meditál, nagyon jó a jó példa, de azt tudom, hogy a Vipassana vonalnak ugye vannak gyerektáborok szinte, tehát hogy te, ahol a gyerekek azért találkoznak, hogy megtanulják és együtt meditáljanak. Most nekem még olyan pici a babám, hogy ezt még így nem látom, de én izgalmasnak találom, és szeretnék majd... Lesz zen gyerektábor is, arról tudj, persze. Ez a kérdés. Ugyanis van egy korotokbeli generáció a tanítványaim között Magyarországon is, a földrajzi Magyarországon is, és az itteni Vajdaságban is, akiknek nagyon hasonló korú gyermekeik vannak. Szuper. És zen táborok lesznek már, mihelyt tudnak egy picit beszélni, és mendegélni, hát kb. Amikor 3 éves korukra elérnek, és akkor hajrá, akkor aztán a templomban csőcsövön nem marad, és lehet jönni és zen táborozni. Na most, illúzió romboló leszek, a gyereknek a legelső meditációja a játék. Játsz vele. És hogy milyen játékokat játszol vele, azt fogja eldönteni, hogy milyen tudatformát alakít ki. Még a felnőttekkel is inkább játszunk és játékosan tanítjuk a meditációt, hogy ide tedd a figyelmed, most nézz arra, meg egyebek. A gyereknél még kell a tudatnak tárgy, tehát nem tudod úgy a formális zen meditációt tanítani, hogy te ülsz, és akkor Petra, amikor már cseperedik, oda megy hozzá, hogy anyuci, mit csinálsz? Meditálok, szeretnél? Igen, de nem tudom, hogy hogyan. És akkor elmondod, hogy hát, egy picit figyeld a hasadat, tarts nyitva a szemedet, figyeld a légzésed, és a gyerek már lekapcsolódott erre.
Tehát, ha a gyerek figyelme megszakad, hogyha lekapcsolódik arról, amit mondasz, tudod, hogy nem adtál elég finom étket a tudatának, nem érdekli, nem tud foglalkozni vele, mert még túl magas a mérce. Hát a legfontosabb az, hogy olyan játékot játszunk vele, amely a figyelmét, a kombinatív készségét, a mozgását, a kognitív és kinetikus intelligenciát egyszerre fejleszti. Tehát a cselekvés általi tanulás, az instrumentális tanulás, ugye. Tehát ezek így egyszerre jöjjenek a tudati fejlődéssel. Tehát minél inkább intelligens és jó játékokkal összekapcsolod testet és tudatot, gyereket és családot, gyereket és világot, hát ezek fantasztikus jó hatással vannak rá, mert ők készségfejlesztéssel tanul. Hát az ég szerelmére ne akarjuk formálisan meditáltatni a gyereket mindaddig, amíg ő ezt nem akarja 100%-osan, egy ellenkező hatást érünk el. Tehát egy nagyon negatív attitűdöt fejleszt ki a meditáció eszközrendszerével és formavilágával kapcsolatban. Nehogy ilyet csináljuk. Eredmény, anyuka Pesten nagyon jó. Szuper módon neveli a két fiát és az egyszem lányát. Az egyszem lánya 9 éves. Teljes lótuszban végül fél órát. Bódhiszatva hercegnő. Miért? Mert soha nem erőltették. És jönnek énekelni. És ez ekkora kis csöpp lányka, egyetlen feltétel, hogy ott ül mellettem, végig énekel fél órát. Teljesen természetes. És hazamegy azzal a gyönyörű, nyitott lélekkel, hogy a zen énekeknek a rezgését és az energiáját szépen szívébe zárta hazamegy, és úgy alszik, mint a kis angyal. És másnap frissen ébred, és nincsenek ilyen mentális hiánytünetek, és teljesen jó. Na most innentől kezdve lehet látni, hogyha megvárod, hogy beérjen a gyümölcs, akkor abból nagyon-nagyon finom, ízes termés lesz. Úgyhogy a gyereket azt nem annyira tanítani kell, hanem inkább a kérdéseire válaszolni, és a problémáit segíteni, megoldani. Mert egyébként teljesen taníthatatlanok vagyunk ezen kettőn kívül. Mert ami nem érdek, azt nem tanulom meg. Tehát a kérdéseimre akarok választ. A problémáimon kívül semmi más nem akarok megoldani. Ha azokat megoldottam, boldog vagyok. Kész. Jó? Tehát próbáljuk meg ezt a kettőt egyensúlyba hozni, a kérdésekre való válaszadást és a problémák megoldását, és akkor a gyerek azt érzi, hogy biztonságban van. És az első menedék a gyerek számára az a szülő. Az első menedék fizikailag, érzelmileg, értelmileg, egzisztenciálisan tudsz menedék lenni a gyerekednek? Vagy csak ellátó vagy, vagy kontroller vagy? Tehát az elképesztő, hogy a szülők hogyan menekülnek bele szereptévesztésekbe azért, mert nem tudják az eredeti feladatot ellátni, és akkor lefokozzák magukat ezzé, azzá, és ekkor van a fontoskodó, meg az aggódó szülő. Nem aggódni kell. Oda kell fordulni, és meg kell oldani a helyzetet. És nem fontoskodni kell, jelen kell lenni. Tehát az a szülő, aki nincs jelen, az fontoskodik, aki képtelen a megoldásra, az aggódik. Tehát játsz vele, és nézd meg, milyen játékokat játszotok. És ezek a játékok előbb-utóbb tényleg készségfejlesztés, figyelemösszpontosítás, gyönyörű dolgokra ugye, rájöhet, és akkor elküldheted mondjuk egy drámapedagógiai csoportba, vagy harcművészetre, vagy bármilyen alkotóművészetre, stb., akik ezt már közösségi szinten specializálva tovább viszik. És meglátod, hogy a gyereknek mihez van érzéke, mihez van tehetsége, és egy valamiben enged, hogy nagyon jó legyen. Tehát enged, hogy a hajlamai, amikor ugye tehetségről, alkotásról, művészetről, érdeklődésről van szó, hogy abba belevesse magát, akkor nem kell a középút miatt aggódni. Majd a többi, amit nem tud annyira, az majd kiegyensúlyozza. De nem kell visszafogni a tehetséget azért, mert a többit nem műveli ugyanolyan intenzitással, mert az lehetetlen. Tehát ez a tűzoltó, katona, vadakat terelő jó, ebből csak egyik lehetsz. És akkor a távolságot, mint üveggolyót megkapod. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk meg, hogy a gyereknek hol van az aretéje, az erénye, a tehetsége, és azt gondozzuk szeretettel és kellő odafigyeléssel, és
Emellett az egyensúlyt és a középutat is tartsuk meg. Ekkor van egy nagyon érdekes vertikalitás, mert van, ami vezeti, van a fő tehetség, a fő vonal, a fő érdeklődés, ami vezeti, utána van pedig a vízszintes, ami szépen kiegyenlít, és akkor van belül a gyerekben egy értékrend, hierarchia, és hogyha ezek a vertikális és horizontális dimenziók megnyílnak a lelkében, akkor önálló is, de együttműködő is, cselekvőképes, de nem arrogáns, ugye? És azok az erők, amelyek működnek a lelkében, azok egyensúlyban is vannak, de hierarchiába is rendeződnek. Tehát tud mozdulni, tud megállni, tud önálló lenni, tud együttműködő lenni, tud a generációk között is látni, és tud a kortársak között is látni. Tehát nincs ideális társadalom, és nincs ideális pedagógia, vagy éppen nevelési elmélet, de van egyensúly. És ezt az egyensúlyt, ezt egyénre szabva kell megtalálni, ahhoz, hogy középúton maradhasson a porontj. A legnagyobb veszély a szélsőségekbe való beleveszés, mert akkor veszíti el azt, hogy hol van az elég. És hogyha elveszíti az elégségesnek a tudatát, akkor hajszolhatja bele magát olyan szélsőségekbe, frusztráció, megoldatlan problémák, kapcsolati problémák, egzisztenciális bizonytalanság, stb. Ha nem tanul meg középen maradni, akkor belehajszolja magát a szélsőségekbe, és csattan. Mert azt gondolja, hogy a szélsőségek által felfokozott energia majd ad neki valamit, ami lényegesen más, mint ami addig történt. Nem. Csak növeltem a sebességet, de nem cseréltem a járművet. Tudati minőség nem változott, csak tövig húztam a gázkart, és nekivezettem az autót a kanyaron keresztül a tölgyesnek és az ott lévő szalmakazalnak, és ez úgy nem jó. Tehát tartsuk meg a gyereket a helyes irányban, adjunk neki egyensúlyt, távlatokat, és ez a játék kicsiben, aztán nagyban, aztán a házon kívül, és hogyha olyan a karmája, az érdeklődése, akkor a formális meditáció is eljöhet számára, például a gyerektáborban, így úgy amúgy, de ne lepődjünk meg, hogyha buddhista szülőnek egy teljesen olyan gyereke születik, hogy halvány, egy íznyi érdeklődése nincs a formalitások iránt, és nem akar buddhista lenni, ő előadó művész akar lenni, kész, akkor legyen előadó művész, semmi gond, de akkor legyen nagyon jó előadó művész, akkor csináld. Érted? És akkor azon keresztül tanul. Tehát ne akarjuk a saját ideáinkat átplantálni a kölökbe, mert csak frusztráljuk magunkat. Adjuk meg neki a lehetőséget, hogy kövesse őket, de ha nem követi, ne legyünk meglepve. De akkor csináljon valami nagyon jót. Jó, boldogult apám, nagyon kevés ilyen egymondatos nevelési elvet súlykolt belém, de kettő az megmaradt. Az egyik, tud, hogy mi a legfontosabb. Éveken keresztül bombázott azzal, hogy mi a fontossági sorrend. Apuka, jó, rendben van. Megtalálom, csak egy kis időt adjál meg. Tudd, hogy mi a legfontosabb. Második, amit így megtaláltál, csináld a legjobban. Mindegy, mit csinálsz, csináld a legjobban. Ez a kettő. Bekövetkezett, tehát legjobb képességeim és legjobb tudásom szerint csinálom azt, amit én a legfontosabbnak tartok, csak ez nagyon messze áll attól, amit ő szeretett volna, hogy én fontosnak tartsak. Na, ezt viszont el kell viselni. Ha ezt nem viseled el, a gyereket is megkötöd, magadat is megkötöd, eredmény, szakítás. Szakíts, ha bírsz. Bírok is, szevasz! És nem jön vissza. Nagyon nagy a világ ahhoz képest, hogy egy családi otthon milyen kicsi. Aztán majd visszajön x év múlva, vagy formalitásból, vagy egyebekből, de hát az nem olyan. A természetes leválasztódás az tud nagyon fokozatos, és nagyon-nagyon harmonikus lenni, ha figyelünk, ha vigyázunk. Jó? Köszönöm. Szívesen. Kinek van kérdése? Nekem egy picit közelebb tartsd magadhoz. Oké. Tehát egy pszichológiai előadáson hallottam azt, hogy amikor a túl jó szülők gyerekei, amikor tényleg lesznek, akkor nem tudnak milyen lázadni. Nincs ki ellen igazándiból. Hanem inkább lelki fordulások lesz a szüleik miatt, hogyha esetleg más gondolnak, mint a szülők, hiszen olyan jó szülő. És
amióta ezt hallottam ezen az előadáson, azóta valahogy ezt morzsolgatom magamban, hogy mi az a hiba, amit feltétlenül el kell követnem ahhoz, hogy a gyerekem majd egészségesen leváljon rólam, amikor tínédzser lesz, de és élni tudja a saját életét, és ne ragaszkodjon annyira hozzám. Azért is érdekel a kérdés, mert én viszont a saját szüleimhez eléggé ragaszkodom. A férjem pedig nem annyira. Tehát ez egy ilyen különbség. És ezt én látom is, hogy mi ebben az optimális. Hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy amikor eljön az a 12 éves kor, akkor ő másképp kezdjen el gondolkodni. De... Te ne keresd a hibát, főleg azért nem, mert azt majd a gyerek hozza, hogy te mit nem tudsz megoldani az ő életében. De el lehet követni azt a hibát, hogy tulajdonképpen annyira támogatjuk, elfogadjuk, és szeretjük, hogy nem tudni ellenfellázadni. Hogyha te ezt őszintén így érzed, és nem gyengeségből fogadsz el a gyerektől dolgokat, ha te tényleg önmagadat adod ebben a szülő-gyerek kapcsolatban, és azt csinálod, amit hiszel, mert látod, hogy jó, és a gyereket segíti, akkor ez a probléma, ez nem merül föl. A gyerek természetesen elér egy kritikus tömeget, mint individuum, és szépen elkezd távolodni tőled. Ezt én egy intellektuális gondolmánynak tartom, hogy túl jó szülő. Nincs túl jó szülő. Nincs túl jó szülő. Vagy őszinte vagy magadhoz, és tényleg a gyereknek azt adod, és úgy neveled, ahogy azt te a legjobbnak tartod, vagy nem. Ezt kell figyelni. Elég a gyereknek sebeket és traumákat szerezni odakint a világban. Ez bőven elég. És hogyha te, mint szülő, ezeket segítesz megoldani, begyógyítani, kiegyengetni, stb., az nem azt jelenti, hogy a gyerek nagyon fog kötődni hozzád, csak tudja, hogy te ki vagy az életében. Az a szülő, akire számíthat. Ha te betervezel egy hibát, hogy na majd ettől leválik róla, nem az lesz, hogy nem. Az lesz, hogy ebben a vonatkozásban nem számíthatok a szüleimre, mert itt selejt van. És azt nem mondtad, hogy jó, de hát én ezt másképp gondoltam. Nem. Egyszerűen, tisztán, intellektuális gondolmányok nélkül, most ebben a pillanatban merre vezetem a gyereket, mire van szüksége, mit adok neki, mit tagadok meg tőle, mit akarom, hogy elfogadjon, stb. Nem kell az intellektuális ideológia a gyerekneveléshez. A tisztánlátás kell a gyerekneveléshez. Az önismeret, a világ, és ezen keresztül a gyermeked tiszta ismerete kell a sikeres gyermekneveléshez, amely, mint fogalom, sikeres gyermeknevelés nem létezik, mert mindenképpen követsz el hibát, akkor is, ha nem akarod, de ha akarod, az egy sokkal nagyobb probléma. Tehát ne aggódj, hogy a gyerek hogy választódik le, olyan gyorsan be fog következni, jó, elkötöztél? Remélem, majd fölhívsz. Tehát pillanatokat megvan. Ez a világ olyan gyorsan individualizálja a porontyot, olyan gyorsan kialakítja az ego kérget rajta különböző érzékszervi hatásokból. Pillanatok alatt a tojáshéj leröpül róla, az ego kéreg meg megszilárdul, azt alászolgálja. Röpül, mint a kismadár. Neked nem kell ahhoz betervezni semmiféle hibát. El fog jönni természetes módon, de amit addig csinálsz, az meghatározza, hogy a gyerek hogy emlékszik rád, mint szorosabb kapcsolatban lévő anyuka, és hogy visszajön-e hozzád, és hogy milyen képet őriz rólad, milyen élményt. Őszinte volt az anyám, vagy pedig volt benne valami kettősség. Mindig önmagát adta, vagy szerepet játszott. Stb. Ez az igazi kérdés. És még azt megkérdezném, hogy neked mi a véleményed arról, hogy ilyen nagyobb gyerekek is együtt élnek a szüleiknél? Tehát ez egyre növekvő tendenciát mutat egyébként. Mondd nekem azt, hogy mi a nagyobb gyerek. 30 éves. 20. Együtt él, de hogy? Egy szobában, egy lakásban, gazdasági közösségben is, tehát mi az, hogy együtt él? Hát, hogy nem alapít családot például. Vagy nem is tervez elköltözni, hanem... hogy ő így fog élni. Tehát láttam ezt is, azt is, mondom, szerencsére láttam egy rakás ilyen helyzetet. A legdurvább az Oroszországban volt, anyuka 65, fiúcska 42, egy darab társkapcsolata nem volt, ül anyuka szoknyáján, és eszi a krumplipürét.
Tehát itt valami önállósághiba volt, de apuka lelépett a vodkás üveggel a gyerek születése előtt, anyuka egyedül nevelte, ellátta mind a két szerepet, és onnantól kezdve a gyerek, mint önálló férfi, az hamvába volt teljesen. Én azt gondolom, hogy ezt kívülről így általában nem lehet megítélni, mert vannak olyan helyzetek, amikor tényleg egy adott lakás vagy ház, de külön bejárat, külön munka, van társkapcsolat, egy lelkileg önálló élet, de gazdaságilag esetleg függő, mert nem akar svájci frank kölcsönt fölvenni az új lakás megalapításához, stb. Tehát akkor kényszerből ugye fizikailag együtt van, de egyébként járja a saját útját. A másik pedig az, hogy anyuci, hány éves vagy, 42? Na, az nem jó. Tehát, hogy aki nem is keresi társkapcsolatot, hanem úgy tehát nincs senki, és a szüleivel él, és úgy gondolja, hogy ez így jó lesz. Én azt gondolom, hogy még erre se lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó, azt kell megnézni, hogy ennek az egyénnek ez éje az útja. Magyarul nem akar-e valami mást? De ha mást akar, csak gyönge vagy gyáva, hogy ezt bevállalja, akkor a szülőnek serkentenie kell, hogy ez megtörténjen. Magyar példa. Kihívtak engem 2002-3 környékén, mint családi csodadoktort, egy olyan budai önálló nagykertes házba, zsé, mint a tenger, háromgarázsos, ahol a fiúcska destruktívat játszott. 26 éves volt, kopasz kigyúrt fülbevalós, amit el tudsz képzelni, és az anyuka azért aggódott, mert rossz társaságba keveredett. És a rossz társaság az ilyen fél mafiózó, vagy egész mafiózó banda, és a gyerek ott volt erős, és ilyen rendcsináló, meg kidobó szerepet vállal, stb. Stb. És nevezzük az anyukát Emmának, nem Emmának hívták. És akkor azt mondtam, hogy Emma, tudod ki a rossz társaság a gyereknek? Te! Mondd el, hogy mit csinálsz a gyerekeddel. Hát én mindent megadok neki, kifizetem a számláit, autót vettem neki, ruházom, etetem. Ez a hiba. Ezért csinál ilyeneket, mert nem engeded el? Mi történik, hogyha barátnőt hozna haza és bemutatná? Hát az borzasztó volt, hát olyan nőkkel állt össze. Emma, egyik nő se lesz olyan, amit te akarsz. Emma, vigyázz, mert a kisfiú, már nem kisfiú, 26 éves, és azért vállal kidobó szerepet, mert te nem dobtad még ki innen. Azért erős ember, mert valahol gyenge. Hogy legyél szíves megszüntetni a számlafizetést, az autófenntartást, a ruházást, és a többi, az első önállósodó mozdulat az az lesz, hogy kisfiam, legyél szíves mostantól fogva saját magadra vigyázni. Tehát tartsd fönn az autót, tartsd fönn az egzisztenciádat, tőlem egy vasat nem fogsz kapni, vállaljál rendesen munkát, ne ezt a szemetet, és akkor legyél igazi önmagad, és nem ez az árnyék személyiség, amiben belehajszoltad magad, mert rám akartál reagálni, és fel akartad hívni a figyelmet arra, hogy mennyire nyomorultul élsz a kb. 10-szeres magyar átlag jövedelem közepette. Csókolom. Emma nagyon csalódott volt, és egy-két könnyet is ejtett, én megittem a teámat, és távoztam. Azóta nem tudom, hogy mi van. És a fiú, a 26 éves, tényleg elképesztően fizikailag fejlett, de lelkileg valami porontyként megmaradt gyerek, az végig azt hitte, hogy engemet, mint kémszolgálatot küldtek be, és hogy én olyat akarok tőlem majd meghallani, amit addig nem mondott el szeretve tisztelt szülőjének, mert apuka ott se volt. Lényeg az, hogy nem tettem ezt meg, és a fiú nem hitte el. Mondtam neki, hogy mondjuk nevezzük Zolinak, nem Zoli volt, Zoli, beszélhetsz őszintén, elmondhatod, amit szeretnél, és én megpróbálok segíteni egy teljesen más szemszögből, és akkor így rám nézett a gyerek innen, és így nem érted meg, vamzer vagy. És ez a vamzer, ez a besúgó. És akkor mondom, Zoli, te most látsz valakit mögöttem? Tehát így azt gondolod, hogy ebből én nekem bármi érdekem, vagy nyeresség, vagy egyebem számít, hogy befújom a szüleid előtt? Azért vagyok itt, hogy segítsek. És a gyerek így fölállt, mondom, másfél feje magasabb, és így elkezdett járkálni a szobában, és csak azt várta, hogy mikor veszel egy baseball ütőt, annyira agresszív volt. De mivel nem volt pénze, és az anyuka akkor még nem, tehát akkor várt. És ez a nem volt pénze, ez azt jelentett, hogy egy ekkora adósságot halmozott föl, és
ekkor leült a szekér, és anyuka segítséget kért, és az egyik barátjának voltam én akkor az ismerőse, és akkor próbálkozzunk valamivel. Hát síralomvölgy volt, és ez volt az a helyzet, amikor azt kellett mondanom, hogy anyuka, meg kell szüntetni a támogatást. És így fogod önállósítani a gyereket, így fogod felébreszteni. 26 éves, a fejedre nőtt, ilyet többet te ne engedjél meg se magadnak, se neki. És teljes ragaszkodással, és abszolút, mint hogyha a füle mellett beszél, úgy fogadta. A fiú is, és az anya is. További jó étvágyat kívánok, azóta nem hallottam róluk. Megtettem, amire kértek. De nem az, hogy csoda doktor, majd mond valamit, és akkor megváltozik minden. Igen. Hogyan? Ha te nem akarsz változni belül, akkor mit vársz kívülről? Lepattan róla, mint borsó a kis páncélozott lábasról. Tehát nem jó. Tessék figyelni az önállóság mutatóra, hogy mikor mit kell ahhoz tenni, hogy a gyerek megfelelően önálló is legyen, és megfelelően tudjon társulni az adott fokon családdal, baráttal, barátnővel, stb. Jó? Aki ilyen sokáig, ilyen intelligensen néz, és hozzá mosolyog, annak előbb-utóbb kötelezettségei támadnak. Hát, azért nem kérdeztem igazából, mert azt gondoltam, hogy már választ kaptam a kérdésemre. Én is az elválás elengedésről szerettem volna többet hallani, tehát a gyerektől a szülő irányába, vagy hát, hogy is, tehát ez ugye kölcsönös dolog, csak én ezt a karmikus kapcsolat, vagy a karmikus találkozásokra akartam volna kivetíteni, hogy tehát azt gondolom, hogy ez befolyásolja ezt a dolgot, hogy hogy zajlódik le, és akkor ez érdekelt volna erre tanács, hogy ezt kell-e egyáltalán, lehet-e, vagy érdemes-e segíteni, vagy hogy ez úgyis... Pontosan mire vonatkozik a kérdés? Szülő-gyerek viszony, én vagyok a gyerek, szintén anyuka, tehát én azt gondolom, és nekem ez ilyen teher jellegű, hogy nem tud, vagy tehát úgy gondolom, hogy nem is akar, vagy nem tudom, ez az elengedés dolog. Tehát itt nálunk volt egy ilyen, tehát én mondjuk nagyon megszöktem kamaszkoromba, és tehát itt is ugye felelősség, meg hogy, tehát, szóval ezt a viszonyt valahogy úgy érzem, hogy kellene segíteni, de nem megy. A gyereknek úgy tűnik könnyebb az önállósodás, mert ő van előnyben, ő a fiatalabb. És lehetőleg ne égesse föl a hidat maga mögött, csukja be az ajtót, de ne csapja, és akkor vissza lehet térni a szülőkhöz akkor, amikor ő úgy akarja. Ezek a karmikus találkozások, ez azért kérdeztem az előbb, hogy pontosan mire vonatkozik a kérdés, mert az, hogy karmikus találkozás, ez egy üres fogalom. Ez nem téged minősít, ez a fogalmat minősíti. De egy üres fogalom, minden találkozás karmikus, jelentem tisztelettel. De az, hogy mit teszek abba a találkozásba, milyen ajándékot hozok, mi az, amit oda én leteszek az asztalra, na az nem mindegy. Nagyon fontos az, hogy a szülővel való viszonyt az pillanatról pillanatra maga teljességében hitelesen, helyesen lássuk. Mennyi közünk van egymáshoz, mennyiben függünk egymástól, mennyiben tudjuk segíteni egymást. Kész. És akkor lekerül a teher. De hogyha elvárások, illúziók, projekciók és egyebek vannak, akkor ez a teher, ez valami elképesztően nagy tud lenni, hogy ez nem kell, hogy nagy legyen. Tehát jó anyám ki tudta jelenteni 2002-ben, miután meggyászolta apámat, és meglátta, hogy én ezt tényleg csinálom, és 5 évvel azelőtt volt a Koreában, és beszéltek a nagymesterrel, és látták, hogy az életút és nem hóbort, ha már ilyen lett, akkor így is fogja végigcsinálni. Ugye? És akkor ki tudta azt jelenteni, hogy ha te boldog vagy, akkor én is boldog vagyok. És ez a legfontosabb. Ha te boldog vagy, én is boldog vagyok. Ez egy abszolút bodhiszattvikus, önzetlen segítő kijelentés, és amennyire őszintén gondoljuk ezt, annyiban tudunk a másiknak segíteni. Jó? Ez oda-vissza működik. Szülőtől gyerekig, gyerektől szülőig, aki előbb kimondja,
ugye az jött rá előbb. Jó? Szívesen. Én tiszta vagyok, hogy vannak hibáim, és ezek a hibák, ezek öröklődnek a gyerekemre, tehát lemásolja őket, vagy egy külön személyiség, és te ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Külön személyiség, és lemásolhatja őket, hogyha te ezeket a hibákat nagyon szimpatikussá teszed a szemében. El fogja sajátítani, ha akarja, ha erre van hajlama, és ha pedig nem, akkor akármit csinálsz, akkor is kívül marad rajta. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a kondicionálás, tehát a behaviorista modell, és a magával hozott tudattartalom, racionalista modell egyszerre érvényesül. És nagyon el tud menni abba a szélsőségbe, hogy a magával hozottat nagyon kicsire lecsökkented, olyan tulajdonságcsoportok, amelyek nagyon nem jók, tehát szinte embrionális állapotba vissza lehet őket megfelelő neveléssel és kondicionálással ugye szorítani. És vice versa, ott, ahol nincs neveltetés, nincs kondicionálás, azon a területen a magával hozott tulajdonságok tudnak elképesztő erővel érvényesülni. Tehát lehet, hogy lemásolja, de csak akkor, hogyha te ezt akarod, és ezt megteszed, és megmutatod neki, megtanítod neki, stb. Stb. Ha ezt nem teszed, és mégis lemásolta a hibákat, akkor nagyon hasonló karmát hozott magával, és más forrásból fejlesztett. De nagyon hasonló lett az eredmény. Jó? Tehát figyeld, amit csinálsz, de ne aggódj azért, hogy a gyerek kvázi belőled és csak belőled dolgozik. Nagyon sokat dolgozik belőled, nagyon sok minta van, ami a szülőkből átmegy, de csak azok a minták tudnak 100%-osan átmenni, amire a gyereknek affinitása van, és a két karma nem egyezik meg. A két tudat, a tárház tudat, a nyolcadik nem egyezik meg se a szülők esetében, se a gyerek esetében. Amit magaddal hozol, az a tiéd, és csak a tiéd. Specifikus, személyre szabott. De nagyon sok áthatás van, nagyon nagy híd van, és a kondicionálásnál teljesen le tudja fedni azt, amit ugye a gyerek magával hozott, akár pozitív értelemben, akár negatív. Tehát, hogy honnan tanulta ezt? Lehet, hogy én tanítottam neki. Úgyhogy nem is vettem észre. Jaj, honnan tanulta ezt? Én azt gondolom, hogy tőlem, de lehet, hogy mástól. És valamikor látod, hogy na, akkor most a nagybácsidra hallgattál meg. Biztos, én tudom, hogy ő így gondolkodik. Úgyhogy tisztán kell látni, hogy a gyerek mi az, amit magával hozott, mi az, amit kívülről kapott, mit kapott tőled, mit kapott mástól. És lásd azt, hogy a végtelenségig kondicionálható valaki, de az énje nem fog eltűnni. A másik szélsőség az énjét, az egoitását az egekbe fejlesztheti, és egy nagyon kemény, kőkemény, ugye én és elkülönült individuum alakulhat ki, de a világ akkor sem fog eltűnni körülötte. Nem lesz csak egyedül. A legnarcisztikusabb ember is kölcsönhat a világgal. Oké? Tehát ha így középen tartod és tisztán látod az egészet, akkor egész biztos, hogy nem adsz olyan dolgot át a gyereknek, amit nem akarsz. És mindent tanulunk, hogy van olyan, ami genetikailag is átmegy. Például én édesapámra voltak dolgok, amit haragudtam, de most, ahogy idősödök, érzem magamban is. Tehát többször önfejűbb vagyok, vagy elhatározott dolgokat, ezt véget viszem, és még ezzel az apukámról is jellemző tartozom. Én javaslom, hogy a genetikát hagyjuk ki ebből, mert feleslegesen megbonyolítja a dolgokat. A genetika, hogy te milyen testet kapsz, az a te tudatodnak a függvénye. Szülők elvégzik a színkeverést, és a kombinációba te belépsz. Oké? Az apád tudati mintájának a megismétlődése az nem génfüggő, az lélekfüggő. Tehát megtanultál bizonyos mintákat, akár ellenkeztél velük, akár elfogadtad őket, az szépen lemett a tudattalamba, és hogyha elértél egy bizonyos kort, bizonyos körülmények között azok kijönnek. Kőkeményen kijönnek, és akkor rájöhetsz, hogy apám is ugyanezt csinálta. De a tiedért, te vagy a felelős, az apád pedig a sajátjáért volt. Úgyhogy a közös együttélés bizony át tud adni lelki mintázatokat, ez DNS független. Nem függ a
dupla helix-től. A két lélek egymásra hatásától függ. Tehát a tudat és a test egymást feltételezi, de nem genetikusan vagyunk úgy kondicionálva, hogy ugye kémiai, tehát aminósav szinten közlekedik a két karma. Nem, az lélek szinten közlekedik. Oké? Okay? És hogyha kellően tudatos vagy, akkor kiveheted magadból azt, amit esetleg apád beléd tett, és beléd nevelt, de te nem akarod tovább vinni. Én rengeteget dolgoztam ezen. És vannak olyan dolgok, amiket a mai napig viszek, mert apámból nagyon-nagyon hasznosnak tartom, például ezt az elképzelhetetlen makacságot, ami benne volt, és ezt én megpróbálom kitartássá átformálni, tehát sok a fogyaszthatóbb termék. Tehát nézd meg, hogy azok a tulajdonságok, amiket te nem szerettél valakiben, szülődben, magadban, azok hordoznak olyan csírákat, olyan magvakat, amelyek nagyon fontosak, csak megfelelő, ugye, csatoló felülettel kell ezeket működtetni. Tehát a makacságból lehet kitartást csinálni. A ragaszkodásból lehet lojalitást csinálni, és teljesen másképp működsz tőle. A majom szeretetből és az érzékszervi ragaszkodásból lehet odafordulást és gyógyító erejű segítséget csinálni. Ez mind-mind a lélek alkímiája, csak meg kell találni a bölcsek kövét magadban, de hát az nem egy ásványi anyag, ugye, hanem pontosan az a meghaladó bölcsesség, amellyel ugye a jelenségvilágot meghaladod, és cselekszel belátásod függvényében. És akkor működik. Ehhez a tudatnak kell evolválnia, fejlődnie, világosodnia, és akkor egyre nagyobb úr vagy a tulajdonságaid fölött, a lelked fölött, a karmád fölött. Azt szeretném kérdezni, hogyha a régóta tervezel gyereket, de nem jön össze, az azt jelenti, hogy még nem értél meg arra, hogy szülő legyél, vagy még nem talált meg az a valaki, hogy... Jelenteti mindkettőt. Türelem és hosszú kitartó házas élet éjjel és nappal. Adjuk meg a gyereknek a belépés lehetőségét, és a házastársnak pedig azt a szeretetet. Tehát ne akarjuk egyébként, hogy miért nem jön? Majd jön. És azért nézd meg, hogy benned, a lelkedben megfogant-e már az a gyerek. Nem projekciókat tédelgetünk, és nem monomániát építünk ezáltal. De az anyukák pontosan tudják, hogy belül megszületett a gyerek, és utána pedig jön ugye az anyamében is. Tehát hívd nyugodtan, nézd meg, hogy megvan-e a tere, és utána fizikailag is megszületik. És az van, hogy nem tervezett gyerek, és jön. Na, az egy érdekes jelenet. Szerelemgyereknek is hívják, néha pedig más módon is, de maradjunk ennél. Tessék megnézni, hogy pontosan miért kaptad, és hogyha ha csak nincs valami elképesztően erős orvosi vélemény arra, hogy valami baj lesz vele születés előtt, akkor tessék szes megszülni és fölnevelni. Nincs olyan tervezett vagy nem tervezett. Rágondoltam, nem gondoltam, született, jönnie kellett, részletkérdés, hogy pontosan milyen fizikai körülmények között, de soha ne hallja azt a gyerek, mint ahogy az egyik tanítványom hallotta az apjától, nagyon-nagyon kora gyerekkorát, hogy inkább csináltam volna sámlit. Így. Komoly. Tragikus a történet. Tehát tessék megszülni, fölnevelni, megtartani apukát, férjet, stb. És akkor nincs olyan, hogy tervezett vagy nem tervezett. Gyereknek jönnie kellett, jött is. És hogyha az lesz, hogy haragszol rá, és ezt nem tudod eltolni, és ezt érezni fogja a gyerek. Ekkor van dolgod saját magaddal elsősorban, ne a gyerekre haragudj, és magadra se haragudj. Nézd meg, hogy mi lenne a haragnak a természetes kifutása. Egy teljesen pusztító ösztön. És mivel ezt nem akarod, ezért nézd meg, hogy az a harag honnan jött, ellenirányú pillantás, honnan jött az a harag, és menj vissza abba a pontba, amikor az még nem keletkezett. És onnan indíts egy másik érzelmet. És rájössz, hogy a haragodnak az alapja az illuzórikus. Tehát nem valós.
Te azt hiszed, hogy valós, de az nem az. És amit meg szerettél volna óvni a gyerek szülés késleltetéssel, vagy kihagyása által, azt úgyse tudod elérni. Akkor meg mi ellen lázadsz? Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ha jött egy gyerek, akkor azt fogjuk föl egy olyan áldásnak, feltéve, hogy tényleg békés úton és közmegegyezéssel született. Tehát nagyon nehéz egy erőszak által született gyereket szeretni, de gondolom nem ez a helyzet. Tehát vigyázzunk arra, hogyha a gyermek természetes úton és egy házas életből születik, csak éppen nem vártad, nem tervezted, te bevásároltál, de nem működött, tehát érted? Akkor lássuk be, hogy neki most volt az ideje, olyan karmája volt, most kellett megszületni hozzád, fogadjuk el, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor a harag sincs meg. De hogyha haragszol, akkor nézd meg, hogy mire haragszol, halad meg, és szüntesd meg ezt a haragot, mert azzal a gyereknek egyáltalán nem segítesz. És apukával együtt kell dolgozni azon, hogy minél több szeretetet kapjon, nem kap elég szeretetet, elképesztő tudati korcsosulások lesznek. Borzasztó dolgok történik. Csak azért, mert nem kapta meg azt a speciális és pótolhatatlan anyai szeretetet. Az apa is kell, de hogyha az anya nem szereti, és most erről kérdeztél, az tragédia. Apák is tempózzanak, de hát ők a körben egy teljesen más helyen állnak, mint anyuka. Ezért kell egy nagyon komoly belső tisztánlátás és egy olyan szellemi gyakorlat, amely segít meglátni ennek az okát, a megszüntetését és a megszüntetésnek az útját. És akkor rendben van. Nagyon se, tehát gyermek, még a tervezett gyerek születése után is anyukák olyan depresszióba tudnak esni, mint olyan mélységes, hogy az valami elképesztő. És akkor ki kell jönni belőle, és a kijövetelnek nagyon nehézkes és néha lehetetlennek tűnő állapotai vannak, de végül is az önzetlen szeretet lesz az, ami kihozza onnan. De miért történik ez? Vagy miért lesz meg depressziósak az unokák? Energiaveszteség, ez az első. Tehát nem azért, mert valami tragédia történt. Egyszerűen a szüléssel annyi energiát vesztettek, hogy egyszerűen nem bírnak lábra állni. Pedig kéne. És akkor belül a harctéri idegtől kezdve a halálfélelemig mindenféle negatívum, mert nem tudod teljesíteni azt, amit te egyébként akartál és elvállaltál. Tehát, és a következő, nem csak az apukák mennek remegő térdel a szülőszoba fele. Amikor anyukának kezébe adják a gyereket, és az első szoptatási ugye, órarend elkezd beállni, az, hogy nem alhatsz többet hónapokig, több, mint 2 óra, vagy 2,5 óra. Hát ez úgy ki tudja csinálni a lelket, meg a testet, mint a szél. Tehát a gyönyörűséges intimitás és szimbiotikus lelki-fizikai együttlétért olyan kemény árat kell fizetni, hogy az néha tényleg minden energiáját elviszi a szülőnek. És hogyha apuka is támogatja és szeret, és adő, akkor együtt ugye, túl lehet rajta jutni. Egyedül nagyon nehéz. És a következő stáció az a megkötöttség. Az első az energiaveszteség, a második az energiapótlásnak a nehézsége, és a harmadik pedig az, hogy amit te ideálként elgondoltál magadról, mint fiatal anyuka, az nagyrészt nem teljesül, mert meg vagy kötve. Tehát az, hogy szeretsz valakit, és az életednél fontosabbnak tartod, mert az anyának ez a helyes viszonya a gyerekhez, az párosul egy komoly kötöttséggel. Az, hogy nem mehetsz el, nem vehetsz ki szabadságot, van babysitter, mindenki, de az nem az anya. Tehát anya csak egy van, és ezért a pótolhatatlanságod és a kizárólagosságod mellé kapsz egy olyan kemény kötöttséget, hogy aztán azzal legyél te boldog és szeretetteli, és a többi. És ez is egy depresszió forrás lehet. És az az érdekes, hogy amilyen
racionális és indokolható lehet ez a depresszió, annyira irracionális lehet ennek a megoldása. Többféle van, de az egyik az az, hogy azért is szeretem. Azért is fölkelek. Miért? Mert lehetetlennek látszik, és mi nem a lehetetlenből vagyunk összegyúrva, mint emberek, hanem a lehetségesből. És akkor is fölkelek, akkor is szeretettel fordulok hozzá, akkor is megetetem, és tovább gördítem ezt a kereket, mert elindítottam, és felelős vagyok. És ezek a gondolatok, hogyha elég mélyre mennek, akkor tudják pótolni az energiát, tudják aktiválni azokat a tartalékokat, és apukának hatalmas szerepe van itt, hogyha látja, hogy az anya és a feleség szenved. És akkor tessék odafordulni, szeretni, és nem elvárni tőle, hogy mindig ugyanazt a szerepet játssza éjjel és nappal. Tehát itt van óriási jelentőség annak, hogy odafordulsz, és megkérdezed, hogy tényleg hogyan segíthetek. Tehát olyan őszinte, nyitott és segítőkész, önzetlen viselkedés jelenhet meg ilyen válsághelyzetben, amikor anyuka depressziós és tartósan, hogy teljesen átformálja apukát, és a lehető leggyönyörűbb módon. Tehát ezt a fajta energiavesztességet, ezt nem lehet elhanyagolni, elmenni mellette. Ezt sajnos tudomásul kell venni, és pótolni kell a legnemesebbből és a legfontosabbból, magunkból. Magunkból, és nem pótszerekből. Tehát anyagilag, kémiailag, étrendileg meg kell adni az anyának is, és a gyereknek is, amire szüksége van. Az emberi odafordulást és szeretetet, azt nem lehet ilyenekkel pótolni. Nyugtató. Vagy antidepresszáns. Rivotril az anyatejben. Kőkemény. Utolsó egy-két kérdés. És az apa szerep? Nagyon szeretném kérdezni. Fontos, nagyon fontos. Apukának is jelen kell lenni. Ennél kicsit bővebb ment. Akkor tegyél fel egy bővebb kérdést. És akkor mondom. De tudod, hogy ez milyen? Régen Budapest utcáin voltak az rendszerváltás után ilyen pantomim színészek, és volt egy ilyen kis serleg előttük, és két ilyen ember volt, beszélgettem később velük, mert nagyon szimpatikusak voltak, és ha bedobtak egy pénzérmét, akkor a pantomim hirtelen pozíciót váltott, és utána megálltak. És volt úgy, hogy 10-15 percig álltak, és akkor ment még egy ember, és bedobták, és amíg a csöngés így ting, így tartott, a visszhang idejére mozdultak. És okosak voltak, mert nagyon kifejező, de nagyon takarékos testtartást választottak, mert a beszélgetésben elmondta az egyik, a szőke szakállas, hogy egyszer egy másik városban pont ott halkult el a visszhang, amikor itt felfele tartotta a botját, és a brutális közönség ott várt 20 percet, hogy mozdul-e. És a másik ember, az fogta magát, ugye mindig ketten vannak, és azonnyomban olyan tartást vett fel, amivel támogathatja ezt a dolgot, de akkor is majdnem teljesen szétizzadták magukat, mire valaki, egy kisgyerek jött, és bedobta. Én a másik végletet csináltam, én 3 darab érmét vittem oda, és így tak, tak, tak. És nagyon érdekes volt, mert amikor meghallották, hogy ez történik, akkor csak így a bot, hogy tak, 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 ennyi volt, érted? És mozdultak, de hát nem voltak hajlandók ilyen marionett figurák lenni, azért valaki trükkös volt. Tehát így az előadás vége fele már én is úgy viselkedem, mint ezek a pantomimosok, egy kis érmét beledobsz, kis válasz. Nagy kérdés, nagy válasz. Na tessék! Tehát többször elhangzott, hogy a nő szerepe, tehát hogy a legfontosabb, de az apa is szeresse a gyereket, stb. Stb. Én úgy gondolom, hogy az apa egyik szerepe, hogy valamilyen erőt mutasson, egy apai példát. Nyugodt erőt, igen. Ezen kívül mi az apának a feladata? Az, hogy ez az erő explicite a lehető legritkábban jelenjen meg. Tehát legyen ott, ketyegjen, de ne muszkulárisan, vagy beszédben, vagy egyébben jelenjen meg, hanem úgy, hogy apa, de hiányoztál, most akkor téged szeretnek megkérni valamire,
tőled szeretnék megkérdezni valamit. Miért? Mert ez az erő lefordítódik bizalomra és menedékre. Ez az apának a tudati stabilitása. Akármilyen érzelmi vitustáncot jár anyuka és a gyerek, akármennyire kiborulás, sírás, kidőlt a bili, bedőlt a bili, apuka akkor is stabil, és akkor is van energiája, és akkor is tud adni, és akkor is tud elfogadni. Tehát ez a fajta nyugodt erő, ez azért fontos, mert hogyha ez nincs, akkor a család szét tud esni a legapróbb probléma miatt. Megoldhatatlan kérdéskör merül fel, és akkor pillanatokat dezintegrált, mert apuka követi azt az entrópiát, amit néha a gyerek és az anyuka a saját pánik rohamában néha sugároz. És hát nem kéne követni, apuka szintén ne tompítson, ne kenje nyakolalja meg a rozsdás fogaskerekeket, mert akkor ugye a tudat elsötétülésével válaszol arra a kihívásra, amit gyerek és anyuka jelent. Tehát ahhoz, hogy az apuka erős legyen, az az kell, hogy a tudata egyben legyen, és ne szakadjon szét. És ezek a további minőségek rettenetesen fontosak. Tehát apuka szellemileg szapjon irányt, nem mintha anyuka ezt nem tudná, de anyuka a gyermek életének alapvetően más részével van elfoglalva. Apuka lássa, hogy tudatilag, szellemileg merre megy a gyerek. Nézd meg! A családban az apa adja a nevet, a vezeték nevet, az anya adja a testet. Tehát név és forma. A név az a maszkulin oldal, a forma a női oldal. Tehát nincs ezzel semmi gond. Észre kell venni az apának a szerepét. Tehát a név, a tudás, a szellemi út kijelölése, ez egy maszkulin feladat. És ezt az apának el kell látni. És mind, ami az anyának a feladata, azt pedig az anyának el kell látni. Ezek tipikus és ideális esetek, itt keresztbejátszások előfordulhatnak, nem akarom ortodox módon leszűkíteni a szerepköröket, csak a tipikus és hagyományos szerepköröket mondom most el. Jó? Apuka rettenetesen fontos, de az ő szerepe sokkal láthatatlanabb, mint anyukáé. A gyerekben egy hibás reflexet, egy rossz gondolatot kicserélni sokkal kevésbé látványos, mint naponta többször pelenkázni, új ruhát venni, dudlisztatni, etetni, stb., ami tipikusan anyuka feladata. Az apának a mentális feladata, a jelenlétéből, a szellemi irányultságából fakadó feladata, amennyire láthatatlan, ugyanannyira fontos. Ha nincs meg, akkor a gyerek tényleg nem tud önállósodni, mert azzal önállósodik, hogy az útjára indul. Ha nem látja az irányát, hát akkor nem tud elindulni. Ezért az apátlan gyermekek, nem szükségszerűen árvák vagy félárvák, az apátlan, tehát a maszkulin jelenlétet nélkülöző gyerekek, azok maradnak az anyjuk szoknyáján, mert semmiféle önálló elképzelésük nincs. Egy darab se. És akkor ott fogyasztják a krumplipürét 42 éves korukban is, és nem a krumplipürével is a 42-vel próbál, hanem az, hogy soha nem önállósodott, nem volt párkapcsolata, nem viselte gondját se magának, se másnak, nem lépett föl felnőttként, teremtőként, felelős felnőttként. És az, hogy ez a szellemi önállóság bekövetkezzen, az nagyrészt apai mozdulat, apai szerepkör. Úgyhogy tessék erre készülni, urak! Mondok azt a nagyon, hogy feltegyem, mert lehet, hogy már igazából meg lett válaszolva, hogy a, mint fiatal anyukának a saját kapcsolata a saját szüleivel vagy szülőivel, az mennyire hat ki arra a kapcsolatra, amit később fog ápolni a saját gyermekével. Nagyon, nagyon. Hihetetlen komoly mintákat követsz. Nem csak te, mindenki. Tehát amennyiben a te lelki tisztaságod és szellemi önállóságod megvalósul, annyiban tudsz úrrá lenni ezeken a mintákon. De ha nem, akkor hetedíziglen továbbadjuk a szenvedést, a téves nézeteket, a vágyat, a haragot, a nem tudást. Miért? Mert nem szabadultunk meg tőlük magunk sem. Amennyiben felül tudsz emelkedni a karmádon, annyiban tudsz igazi szabadságot, önállóságot, önzetlen szeretetet, odafordulást biztosítani a gyerek számára is. És amennyiben bele vagy döngölve a saját karmádba, a szülői mintákat követve, nem tudsz más csinálni. Ezt hívod a tudat tehetetlenségének, vagy a karma tényleges terhének. És ezt hagyományozod rá az utódra. Ezért rettenetesen fontos az a lelki gyakorlat, az a szellemi
ugye meditatív, megszabaduló, megtisztuló gyakorlat, amely által ezeket a mintákat meghaladod, átírod, transformálod, függetlenné válsz ezektől, de mégis a belőlük nyert energiát és bölcsességet, együttérzést felhasználva neveled a gyerekedet. Úgyhogy nagyon jó volt a kérdés, és én tényleg kívánom azt, hogy mindenki érje el magában azt a szellemi magasságot és lelki tisztaságot, amit csak tud, húzassa ki ezt az inkarnációt üveghangig, és ne álljon le félúton, ne szűnjön meg bízni önmagában, az útban, a társaiban, a három legértékesebben, a Buddhában, a Dharmában és a Szanghában, és hogyha ez a bizalom cselekvéssé formálódik, akkor mind a szüleinkkel, mind a gyermekeinkkel megfelelő módon tudjuk alakítani a kapcsolatainkat, és egy olyan világot tudunk építeni, ahol a fő problémát az jelenti, hogy hogyan érjük el a megvilágosodást. De egyelőre az emberiség túlnyomó többsége nem ezzel foglalkozik. Azzal kell foglalkoznunk, azzal a hihetetlen probléma és szenvedés tömeggel, amelyet egymás számára teremtünk a saját szenvedéseinkből, a saját mintáinkból, a felülírhatatlan karmánkból, és amíg egymás számára teremtünk éhezést, háborút, nélkülözést és egyéb finomabb és durvább szenvedési formákat, addig nem tudunk létünk alapvető motivumaival foglalkozni, a születés, öregség, betegség, halál négyességével, pedig ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor nem érjük el a felébredést, és hogyha a felébredéssel nem foglalkozunk, akkor ezt a négyest sem tudjuk megoldani. Ezek kölcsönösen függnek egymástól. Azért születtünk ilyen helyzetbe, azért vettük fel ezt az emberi testet, hogy felébredjünk az egoitás káprázatából. Semmi más nem tudsz tartósan elérni inkarnációról inkarnációra, mert üres kézzel jössz és üres kézzel távozol. De egy valami a tudatod veled megy. A tudatod, amely vagy felébredett, vagy nem. És csak a felébredést viheted magaddal, de ha azt nem, akkor a karmát terhét. A választás a tiéd. A választás a miénk. A választás mindenkire hat, mert nem vagyunk egyedül ezen a bolygón. 7 milliárdan vagyunk. Úgyhogy mindenkinek felelősségteljes és megvilágosodásra törekvő jó utat kívánok, és egyben biztos lehetsz, én is ott vagyok veletek, és együtt megyünk e felé, a cél felé. Gyerekkel vagy anélkül, szerzetesként vagy világiként, a helyzetünk ugyanaz. Köszönöm a figyelmet.